az a kedvem, amire minden előadást szoktam kezdeni, hogy jájék úgy, hogy én 20 percet tudom beszélni, mert kb. Annyit hoztam, és akkor külön másfél órát van, igaz? Nagyon jó. Akkor is majd utána egy masszív 40 perc, akkor pedig kérdezzetek. Használjátok ki, hogy itt vagyok, vagy pedig úgy is nézzük egymást alatt, jó? Na, ahogy kezdeném, hogy az egész startup ekoszisztéma nagyon szépen alakulhat itt egész Európában. Nem tudom, mennyire ismertek a felhívő dolgokat, vagy a Marcellától, ahol nálunk nincsen, de Varsóban, Romániában, van Csehországban, ők sokan ismerik a Wise Guide, van Startup Wise Guide, van magyar csapat is, Startup Szalonáról is lehet, hogy van, aki hallott. Nagyjából ezek a számok, tehát fél amerikai ember van itt, és ennek ellenére mindössze 308 dílt zártak le 2011-ben, nem csak egy ide dílt. Ez a tovább menni, ugye? Oké. Amikor elkezdtek egy céget, akkor ugye azt szoktam mondani, ezt a 3F finanszírozza. Ugye valaki mi a 3F? Friends, Family, Fools. Hogy amíg nincs hoztad egy tőke, addig ezt finanszírozza a cégek. A Magyarországon az inkább 4F, a Family a stémmel, ez a szüleitek nyugdíja, utána jön a First, ez anyubundája, utána jön a Fools, az istimmel, és utána jön a Fakulak. Úgyhogy ebből kellene megélni addig, amíg nem jutok el egy venture capital befektetésig. Aminek ugye külön szabályai vannak, Magyarországon az lényegében a Jeremy 1, Jeremy 2 és most már a Jeremy 3 befektetés is hamarosan jön. Én azt szeretném majd elmondani nektek, hogy miért kell ezzel baromira csínyen bánni. Csináltak egy céget. Kinek a saját cége? Startup. Egy. Kettő. Kettő? Többiek? Ötlete kinek van? Szuper! Oké. Okay. Tehát amikor majd ezek az ötletek startupba fordulnak, akkor előbb-utóbb rá kell a tőke, és látszólag nagyon jól el van látva a piac tőkével. Ezekkel a Jeremy alapokkal kapcsolatban, de valójában ez nem így van. Ugye, amikor csináltok egy céget, vagy megpróbáltok egy ötletet cégbe fordítani, három dolognak kell stimmelnie, hívják ezt Amerikában arányháromszörnek is, ez a product marketing. Tehát kell valamilyen probléma, amire választ adtok. Lehet, hogy sok ember problémája kell, hogy legyen ez, mert ha nem, akkor borzasztó pici a piac. Ez igaz, akkor is egyébként a piacnak fontosság, hogyha bármilyen miatt kicsi a piac, mint például Magyarországon 10 millióan vagyunk, beszélünk egy olyan nyelvet, amit a világ más részén annyira nem beszélnek. És ugye a harmadik dolog a csapat. A legtöbb korai fázisú befektetés az a csapatban történik, miközben azért nem nagyon tudják megítelni a befektetők, hogy mi van. Egész egyszerűen azért, mert így látszik egy ötlet, valamit kifejeztek, van egy prototípus maximum, de nincsen ügyfelek, nem megítélhető a cég igazából. Hogy nincs árbevétele még, meg nincsenek eszetjei, tehát nem lehet megítélni, hogy mit ér, ezért a csapat az nagyon fontos. Rácára annak, hogy itt mindenki startupról beszél mostanában, én azt gondolom, hogy legalább három probléma van. Az egyik, hogy majd be fogom nektek bizonyítani, hogy hiába van Jeremy, igazából nem nagyon van tőke ahhoz, hogy startupot építsetek. A másik a piac, amivel ugye az a legnagyobb probléma, hogy tényleg 10 millióan vagyunk, tehát az egész startup dolognak az a lényege, hogy egy ilyen hokiütőszerű növekedést tudjátok produkálni, felétek mutatom. Ugye ilyen egy hokiütő. Az elején semmi, utána pedig kidül az egész cég a fenébe. Most ahhoz, hogy ez meglegyen, ahhoz sajnos az kell, hogy piac kell. Tehát 10 millió emberből nem nagyon lehet ilyen csinálni, valamilyen módon külpiacra kell lépnetek, ez technológiai változás, mert viszonylag egyszerű, egy appot el lehet adni az App Store-ba, vagy a Google-é? Igen. Tehát el lehet adni ott is, egy weboldalra el lehet indulni, egy szolgáltást el lehet indulni rengeteg országban, tehát ezzel nincsen probléma. Ha nem technológia startup, akkor már kicsit nehezebb, tehát mondjuk árut kell mozgatni, akkor ezzel gondok vannak, de ettől függetlenül a piac kicsit. A harmadik probléma, erről jutott a gombba, ez pedig az, hogy igazából ez az ekoszisztéma, ez nagyban a befektetőre van alapozva. Nagyon sokan vannak, ugye valahogy eljutnak a befektetőik, és utána ők megpróbálják ezeket a startupokat valahogy fölhozni, de sajnos ők se jöttnek hozzá, és ezért egy úgynevezett gombatermesztői stratégiát folytatnak a startupokkal, meg a fiatal vállalkozókkal. Ez pedig az, hogy nincs, aki gombát termeszt.
Az alap tanás, hogy extra bombetem, tart sötétben, hetes szarad, és minden rendben lesz. Most kb. Ez van a startupokkal is. Borzasztó nehéz felszedni az információkat. A következő dolog, hogy ugye itt vannak a Jeremy, csak hogy az van, hogy hiába ezek magán célt néznek ki, sajnos kormányzati pénzt használnak, sem EU pénzt használnak, és ebből adódóan minden alkalommal, amikor befektetnek, akkor az üzlettervet, az egész befektetést el kell küldeniük egy állami szervezethez, NVZRT-hez, és azokat jóvá kell hagyniuk. Ezek az emberek, ezek finoman szólva nem startup kultúrában nőttek föl, tehát feltétezem senki is az NVZRT-től, most se, hogy milyen jó lenne tanulni egy kicsit ezekbe a dolgokba. Az általában ők azt hiszik, hogy az elsőkörös befektetés az ugye elég. Tehát ők abban élnek, hogy van egy jó cég, jön bele a pénz, megcsinálja, eléri a break-even pontot, tehát a profitabilitást, és onnantól push, minden rendben van, és élete végig termelje a profitot. De ez baromi nem így van a startupoknál. Pontosan azért, mert ugye úgy növekszenek, mint az említett fokhívtő, egyre újabb piacokat kell megfordítaniuk, és lényegében, amíg nagyon nagy piacokon nincsenek ott, addig folyamatosan új pénzekre van szükségük. Ha viszont új pénzekre van szükségük, akkor ezekből a magyar venture capital alapokból nem nagyon tudnak pénzt szerezni. Ennek megfelelően pénz tekintetében és pénzszerzés tekintetében is új piacokra kell lépni. Ez úgy néz ki, hogy ha itt szereztek, itthon, nem tudom, néhány százezer dollárt, akkor azt el fogjátok égetni körülbelül egy év alatt. És utána mi van? Úgyhogy ez a baj a kormányzati hátterű lecsökkentőre. A logika az benne, ugye, amit mondtam, hogy mi nem mindezik az a hókiszték növekedés, ezért nincsen gyors exit-e. Mivel nincsen, a government approval az ugye az előbb megbeszélt, mivel nincsen gyors exit-e, gyakorlatilag nem mernek befektetni a befektetők olyan dolgokba, amik úgynevezett disruptív technológiák. Disruptívnak nevezzük azt, ami felborított egy iparágat. Mondjuk a kommunikáció iparágát a Twitter. Gondoljátok meg, hogy a Twitternek az úgynevezett feature, tehát ez a, amikor ugye befektetőknek próbálta eladni magát, ez hogy hangzott annak idején? Belegondolni szörnyet. Ez a figyelj, van egy oldalam, van egy ötletem, kezdjük ott, van egy ötletem. Csináljuk egy oldalt, ahol mindenki beírhatja, hogy milyen szar csinál éppen. De, ez 140 karakterben. Kéne egy millió dollár. Befektetőnek volt? Bárki. Én biztos nem. Úgy hajtottam volna az idiótát, hogy nem igaz. De sajnos ezek a technológiák, ezek működnek, és nem nagyon lehet előre megmondani, hogy miből lesz ilyen disztantív technológia. Ezt Amerikában is csak néhány ember tudja, és ők is csak érzés alapján. Érdekes módon vannak ilyen befektetési alapok kint, hogy azért nagy dolgokban mindig benn vannak. És korai fázisban vannak benne. Olyankor, amikor még nem lehet látni, hogy mi lesz belőle. Egyébként a bárkönyvre jön majd ide a LinkedIn-nek az Angel Investor-e például. Tehát a LinkedIn kezdetben Facebook árnyékában teljesen esélytelen volt. Teljesen esélytelen. És mégis egy olyan professzionális hálózat lett belőle, tipikus disruptív technológia. Az utolsó probléma az pedig ugye az visszatérve erre az ábrára, hogy a magyar kockázati tőke befektetők azok nagyon, nagyon rá vannak állva a kontrollra. Most startupok esetében a kontroll az általában nálatok kell, hogy maradjon. Az, ami a kontrollt is elkéri, az a private equity. Igazából elmondható, hogy a magyar venture capital az úgy viselkedik a private equity, ez milyen fontos, még fölműködik az egész. Ugye? Bocsánat, még egyet. Oké, tehát private equity. Azt mondja, van egy király cége, működik 20 éve, profitálos, mondjuk csapatműzőt elhoz. Nagyon király, eltartóz, családod, fantasztikus. Te viszont lúzer vagy, mert 20 éve csavarhúzod jártasz, miközben az egyetemi csoporttársai már régen házának szállítanak. Úgyhogy csináljuk azt, beleteszünk egy pénzt, de menjen egy fűtött sarokba, mi majd átveszünk a konzolt, hozunk profi menedzsereket, pár év múlva eladjuk háromszoros exitet. Ez fertig. Neked nem kell színvonalni. Csavarhúzóiddal, ők megkeresnek, kaszálnak fel. Oké. Hogy működik a venture-ket után? Tehát a kockázati tőke. Azt mondják, hogy a céged az nulla. Vagy mert nincs, vagy mert értékelhetetlen, ahogy az elején mondtam. Egész egyszerűen nem lehet megmondani, hogy mennyit ér. Viszont te király vagy, mert kitaláltál valamit, van egy csapatod, összehoztál, nyomjátok, jönnek a sikerek, felhasználod, minden pénz még nincs belőle, de látszik, hogy valami lesz.
csináljuk azt, adunk pénzt, és mivel király vagy, hozhatjuk a konzolt. Csináljátok ki. Csináljátok tovább, mi adunk pénzt, maximum egy kapcsolatot, tanácsot, stb. Annyit kérjük, hogy csináljunk ebből a következő út. Szerintem ez is feltét. És akkor most jön az, hogy hogy nézünk Magyarországon. Magyar nem csak, mi tudunk jobban. Tehát, bár a kockázati tőke nem fektethetne olyan vállalkozásokba, amelyiknek a növekedési potenciája nem nagy, azt mondjuk, hogy a csavarhúzógyárat király. Bár 20 éve gyártod a hülye csavarhúzóidat, azt mondjuk, hogy te is király vagy. Már király vagy, azért elveszik a kondicsolat, mert egy, hát a tényleg nekünk magyaroknak van két nemzeti sportunk, az egyik ugye a vízilabda, a másik egymás átbaszása. Úgyhogy inkább jobb helyen van nálunk ez a kontroll, és ha még most is boldog vagy ezzel a díllel, annyit kérünk, hogy építs meg a csavarhúzógyárat a következő Google. Hát, hogy is mondjam, reális. Oké, a legnagyobb problémák, ha belátjátok azt, hogy előbb-utóbb külpiacra kell lépni, és valamilyen szinten el kell kezdeni mozgódni nagyobb országokba. Az először is az, hogy általában nagyon sok startupot látunk, ahol nincs probléma. Reálnak az alapító konkrét problémát. Ez a legjobb védekezés az, hogyha az úgynevezett lean metodológiát elkezditek olvasgatni, használgatni, ott azzal indul minden. Van egy ötlet, oké, validáljuk az ötletet. Nézzük meg, hogy egyáltalán az a probléma létezik-e. Ha a probléma létezik, akkor nézzük meg, hogy a lehetséges válaszok közül, több válasz közül mi az, ami jó, és nézzük meg, hogy kinek a problémája ez, tehát validáljuk azt is, hogy milyen csoportok fogják ezt használni. Nagyon korán kiderül az, hogy fogják ezt használni, sikeres lesz, nem lesz sikeres, nem kell időt meg pénzt elégetni, tehát rengeteg startup látunk, ami 3-4 éve működik. Keményen teszik bele az időt, hétfélenként nyomják, tolják, és egyszerűen nem értik, miért nem megy. Azért nincs probléma. Egyébként van egy amerikai, nagyon híres amerikai befektető, aki azt szokta mondani, hogy ezt még egyszerűbben meg lehet ítélni. Tudnélik, az első kérdése, amikor egy angel investor Ron Conway-nek hívják, és ilyen legendának számít, akkor a legenda, hogy a fia automatikusan is legenda lett utána, tehát hogy már a neve az olyan, hogy Isten mindenki ismeri. Ő azt szokta kérdezni a startupoktól, hogy a 7 főbűn melyikére épít a startupot. Tehát, hogyha a 7 főbűnre appellálsz, akkor szinte biztos, hogy sikeres leszel. És az emberek nem változnak. Ugyanazokat akarjuk, mint 2000 éve, mint 4000 éve. Egy másik nagyon híres, hogy a nagy dolgok azok a három fontos dolog egyikét adják neked, vagy pénzt, vagy szexet, vagy hatalmat. Angolul ez úgy hangzik, hogy either get you paid, get you laid, or get you made. Ezekre mindig lehet építeni. Ha ezekből valami, ott van például az Airbnb. Ott ugye az Airbnb azért, ki ismeri az Airbnb-t? Tök jó. Az Airbnb, akkor többieknek mondom, az egy olyan szájt, ahol ugye ki lehet adni a lakásodat, vagy akár a kanapédat, vagy egy szobát, és hova van a ember, hogy ezt így megtalálják. Ugye az egyik oldalról az a poén benne, hogy pénzt lehet felkeresni, a másik oldalról az a poén benne, hogy pénzt lehet felspórolni a szállodákhoz képest. Valami sikeres rendszer. A következő probléma, ami ránk magyarokra egyébként jellemző, ez szinte 90%-ban, hogy van egy őrült, gyenge képességünk az eladásra. Nem tudjuk eladni az aljainkat, magunkat sem tudjuk eladni. Ezt egy pitchingnek hívják odakint, hogy oda tudsz állni valahova, és attól függően, milyen a helyzet, 10 másodperc alatt, 30 másodperc alatt, 1 perc alatt nem tudod mondani, hogy mi az, amit csinálsz, mivel foglalkozol. Akiknek van ötlete, azok, én azt látom, hogy én nem tudják megfogalmazni 10 másodperc alatt. Főleg nem úgy, hogy a nagymamám is értse. És ez baj. Ez azért baj, mert nem a befektetőknek a happy ez, hanem ha szépen végigmegyünk azokon a szakaszokon, hogy egy startupban mit kell csinálnotok, akkor a legelső dolog ugye az, hogy oké, validáljuk a problémát, beszéljünk emberekkel. Most volt egy impulzus, hogy pont ezt tanította, gyakorlatilag nekünk mentoroknak a fórumokon volt, hogy get out of the building. Tehát húzzák ki az utcára, és kérdeznek, hogy a problémád az létezik-e. Most, ha nem tudod 10 másodperc megfogalmazni, akkor megállítasz egy járók előtt, bárki, és elkezdenek neki mondani, hogy figyeljük, olyan szájtot, hogy 10 másodpercig figyel. Nem lesznek reális visszajelzéseid. Úgyhogy ezt nagyon meg kell tanulni. Ha megyünk tovább egyébként abban, hogy oké, probléma létezik, elkezdünk valami csapatot, elkezdtek gondolni, hogy hozzá embereket. Ugyanez.
oda mész a programozóhoz, mondjuk egy technológiai cég esetén, és azt mondja, hogy figyelj, csinálnánk valamit, szállj be, fizetni nem tudunk, de kapsz részesedést. 10 másodpercig figyel. Ha felkelted az érdeklődésre 10 másodperc alatt, akkor figyelj még 10 percet. Ha az is jó, akkor figyelj még 20 percet. De ez a pitching, ez nagyon fontos. Befektetőknél is. Meg kell tudni fogalmazni, hogy mit csináltok. Egyszerűen. És általában a legelején egyetlen core dologra kell fókuszálni. Nagyon sok startup csinálja azt, hogy egy kiindul valami ötletből, és akkor a végén már valahol így a teleportálás, meg az űrhajózás körül tart. Nem. Egyetlen core funkció. Egy probléma, egy válasz. Ha ez megvan, akkor hihetetlenül fogtok tudni előre menni. Mert mindenki, akivel találkoztok, az valamilyen módon tudja segíteni a startupot. Legyen az befektető, legyen az mentor, legyen az tanácsadó, ügyfél, bárki. A következő probléma ugye ez a market fit. Hogyha külföldre megy az ember, akkor egyszerűen meg kell tanulni azt, hogy ott kint van-e már válasz ezekre a problémákra. Utána kell nézni. Meg kell nézni, hogy vannak-e versenytársak. Nagyon sokan hiszik, hogy a versenytárs az rossz. És így leállnak az ötlet, hogy van már versenytárs. Nem, a versenytárs az tök jó. A versenytárs tudja azt bebizonyítani például egy befektetőnek, hogy a piac létezik. Ezek az emberek, ezek általában a bankszektorból jöttek, meg így a merger and acquisition környékéről, a fintech környékéről, nullát értenek a technológiához. Ha van konkurencia, akkor és meg ki tudjátok emelni, hogy mi az, amiben az ötletető startupok az többet nyújt ennél, az tök jó, akkor látják, hogy igen, na, ez működik, oké. Okay. Tehát, hogy mások is csinálják, akkor biztos jó lesz. A következő a team. Ha külpiacra mentek, én az amerikai piacot ismerem, Európában is gyönyörű nagy piacok vannak, Németország, Franciaország, mindegyikre lehet menni. Általában a technológiai iparban, a technológiai felvásárlások miatt Amerikát szokták célozni a cégek. Ugye ott vannak azok a vállalatok, hogy föl tudnak ideket vásárolni. Google, Yahoo, Facebook, Eventbrite, Radiance X, Twitter, LinkedIn, sorolhatnám. Ezek a vállalatok ott vannak. Ha normál startup úton mentek, és azt mondják, hogy szeretném eladni 2 év múlva a cégemet pár 10 millió dollárért, nincs esetleg kellene. És ahhoz, hogy ott legyetek, ahhoz az egész csapatnak alkalmasnak kell lennie ennek az egész kultúrának befogadására, ami egyébként sokkal gyorsabb, mint a miénk. Nem feltétlenül dolgoznak többet, hanem sokkal hatékonyabban dolgoznak, és ez a hatékonyság sokkal fárasztó. Tehát 12 óra munka náluk az szerintem feléri pont 18-at. Mert hihetetlenül pörögnek. Azon kívül érdemes tudni olyan apróságokat, akár úgy, hogy bevontok valakit kintről, tehát mondjuk amerikai piacról csapatba, hogy például többször hallottam amerikai befektetőtől, hogy kaptak magyar projektektől ilyen kis one-pager-t, hogy akkor légy fektessetek, de már minden nagyon szépen meg volt csinálva, kicsit, tök jó, álhíves formátum. Az amerikai nyomtató Amerika letterben van. A4-es, az úgy jön ki rajta, hogy jön, összeúlik a szöveg. Semmit nem tudnak elolvasni. Több amerikai befektető csinálja, meglátja, mert kimondhatják egyébként. Tehát a befektető az a technológiai befektető, na az, aki a telefonját sem tudja használni. Ez az igazi volt testen által. Ő kinyomtatja, és a reptéren olvassa ezt a fanpage-et. Kijön a magyar fanpage-et, A4-ben, összeúlik, semmi nem olvas, megnéz, ez is hülye, iktatom a kukába. Ez konkrét tapasztal. Tehát ilyen apróságokat kell tudni. És igazából ezt csak olyan tudja megmondani, aki külpiacon is ott van. Valami egyszerű, LinkedIn, Skype, lehet találni ilyen embereket. Simán. És egyébként nagyon fancy a magyar befektetőzés, hogyha van valaki a csapatban, aki amerikai. Múltkor a BNM voltam egy hétig mentora egy csapatnak, mondtam nekik, hogy oké, akkor most szerzünk tanácsadót. Szereztünk Magyarországról egy kiváló marketinges tanácsadót neki, majd mondtam, hogy oké, akkor most amerikai tanácsadó. Hú, hogyan? Ahogy LinkedIn. Egy fizetett account, van 13-14 ilyen e-mailed, fogod, kiküldött 14 embernek. Mondta, hogy ez nem hogy ez nem fog működni. És mit tesz? Startup-tesz, nincs semmi, mit tesz? Kipróbálta, 3-an írtak vissza. A 3-ban az egyik az ráadásul egy elég korrekt emberkel volt, tehát ugye a profilja alapján. Így elekként tanácsadói. Nem egy olyan bonyolult dolog. Az utolsó dolog a vízum, ha külföldre akartok menni, ez egy megoldandó probléma. Nagyon-nagyon komoly elmozdulás van jelenleg Amerikában abban az irányban, hogy legyen egy úgynevezett startup visa. Nem szavaztam még a kongresszus. Ezt tudtam lehalkítani. Sok könnyítettek például a B-vízumon, úgyhogy jövőben ez sokkal könnyebb lesz. Egyébként ha amerikai befektető betesz a cégekbe
államunként különbözik, de nagyjából $1 millió a határ, ami nem egy nagyon nagy pénzként. Ha betesz $1 millió, akkor úgynevezett erdélyötös vizet meg lehet adni, ami azt jelenti, hogy a zöld kártya víza. Mehet a család is. Van feleség, gyerek, mehetnek ők is. Sőt, most már a feleség az dolgozhat is. Eddig a B-vizával, amit ugye a legtöbben kaptak Magyarországon, az úgynevezett ilyen mercenary víza, tehát az a vízum, ami addig léphet be az országban, amit egy adott cégnél dolgozol, a legnagyobb probléma volt, hogy nem tudod menni a házastársra, vagy ha ment, akkor nem tudod dolgozni. De ma már ez se igazából probléma. Oké, hogy mondjak valami jót is. Amit láttok, az öt startup fázis, és az, hogy mire van szükség a cégeknél, ahogy az idő halad előre. Ugye az exit az lényegében a tőzsdére ment, tehát hogy a sok-sok 100 millió dollárs eladást jelenti, a picit meg a nagybüdös gondolatokat. Nagyjából így áll a dolog. Ez nagyon kevés tőke kell, viszont nagyon sok assistance, nagyon sok tanulás, oktatás, visszajelzés, másképp is észre kell venni ezt a piacon, és akkor ez így változik szépen. Ami szerintem tök jó, hogy Kelet-Európa ez majd így néz ki. Amiben viszont nagyon jók vagyunk a magyarok, hogy nagyon kevés pénzből tudunk jó dolgokat építeni. Tehát pontosan azért, mert ugye megszoktuk azt, hogy nincs pénz, nincs az, hogy ebből fedjük az ötletünket a Startup Underground-on, és rögtön 3 minutban tudod, hogy légy szihat, tegyek be $100,000. Nem. Tehát itt igenis az emberek nagyon tudnak dolgozni, nagyon ki tudják használni a lehetőségeiket. És ez egy olyan dolog, ami a külföldi befektető személyen mindig jelenik meg, hogy olcsóban jutnak projektekhez. Nekem meg nagyobb részesedésre van. Ez egy tök jó dolog. Ki hallott a Y Combinatorról? Oké. Akkor tudjátok, hogy a Y Combinator a világ legsikeresebb akcelerátora. 280 valahány akcelerátor van a világon. Az összes befektetést, az összes exitnek a felét a Y Combinator csinálja önmagában. A Y Combinator az lényegében úgy épül fel, hogy minden második percben érkezik egy jelentkezés. Azt szokták mondani Amerikában, hogy kétfajta startup van. Vannak a Y Combinatorosok, meg vannak a halandók. Aki onnan kikerül, az szinte mindig automatikusan funding. Tehát van következő közbefektetés. Nagyon érdekes, hogy pár hónapja a Y Combinatornek van egy új jelszava. És ez a socializálott revenue-zén. Most ha valami, akkor szerintem ez borzasztóan passzol a kelet-európai gondolkodáshoz. Mivel mi mindig úgy építettünk célokat, hogy egész egyszerűen nem volt lehetőségünk arra, hogy mindenféle befektetői pénzből elérdegéljünk. Twitter $100 millió bukik el évente, tehát $100 millió költsége és $25 millió bevétele. $75 millió bukva. A hatodik befektetési csoport száll le. Tehát, hogy volt egy hülye, aki beszállt, hülye, nyilván tudják, hogy miért, aki beszállt, és azt mondta, hogy ez tök jó lesz, nem baj, ha nincs profit. Aztán nem volt profit, és beszállt még egy csávó. Aztán még egy, és még egy, és még egy, és még egy. Kint egészen más a gondolkodás, sokkal többet számít a user szám, és lényegében a Y Combinator ezt fordította meg az utóbbi időben, ez egy ilyen tűzforró dolog, és azt gondolom, hogy ez nekünk tök jó, mert mi kelet-európában pont ilyenek vagyunk. Oké, a 4% az az, akik elmentek ebbe az országba az elmúlt években, akár úgy, hogy effektíve migrált, akár úgy, hogy külföldön dolgoznak és hazajárnak. Én azt gondolom, hogy mindenfajta aktuálpolitika nélkül nem erre kell koncentrálnunk, nem is startupunk, arra kell koncentrálnunk, hogy legyen józan rálátásunk arra, hogy ez a piac az kicsi. Nekünk muszáj beletartozni ebben a 4%-ban. Muszáj idat találni valamilyen nagyobb piacra. Magyarországon startupot építeni ilyen szempontból valódi startup, amit majd eladtok, lehetetlen. Nincs, aki megveszi, nem fog tudni user számba olyan szinten felmenni, tehát nem igazán érdemes erre a piacra lőni. Sokkal jobb megtanulni azokat a szabályokat, hogy mondjuk amerikai piacon van, és felkészülni erre, hogy idő után menni kell. Ha csak 2 évre, akkor 2 évre. Haza lehet jönni egy 20-30 millió dollárs egy idő után. Nekem nagyjából ennyi volt. Egy utolsó jó tanács itt a nagy startup ötletben, hogy ne startupot, hanem céget építsetek, profitábilis üzleteket, és akkor biztos, hogy minden rendben lesz. Akár van befektetés, akár nincsen. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és nagyon várom a kérdéseket.
Igen. Meg pont azt tettem észre, hogy mindenki startupot akar építeni. Igen. És utána pedig mindenki lesz olyan, mert hogy még a startup weekendeknek és a többinek is ugye az a vége általában, hogy a 80% az megy a kukába. Igen. Vagy több. Igen. 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 És hogy egyszerűen nem értem meg, hogy az emberek több miért nem... Oké, nem. Rossz az ötlet. Most például ezen a link képzésen, ahol amerikai mentorokkal, meg olasz mentorokkal, tehát tényleg egy nagyon válogatott csapat volt, sokan jöttek ötlettel, és ezek az ötleteknek a nagy része az megbukott a validáción. Ez van, tehát 10 ötletből sajnos egy jó. És nem biztos, hogy abból lehet pénzt csinálni. A másik, ami miatt megbukik, az pont a pénz hiánya. Nem jut addig a fázisig, egyszerűen elfogy a pénze, és meghal. Szokták mondani, hogy a szíg visszamegyek egy kicsit pillanatban, ha megnézitek erre a diára, hogy lássatok az öt fázist. Segítettem egy picit? Igen, tehát hogy hány? Öt vagy? Nem, öt. Oké. Tehát, hogy... Ide visszamegyünk. Oké, okay. Csak kérdezett fel is lássátok. Erre a kettőre azt szokták mondani a készítő és a szívre, hogy ez a halálvölgye. Itt egész egyszerűen van bőnuszák alatt, van bőnuszdor. És itt nagyon ritkán van a finanszírozás. Kín-Amerikában itt van az angel felhetető. Aki egy ilyen 100 000 dollárt így betol, vagy 400 vagy 500 000 dollárt. Általában ilyen 100 és a 100 millió van, hogy inkább ilyen 200 és 1 millió dollár közötti összeg van, attól tudja, hogy hol vagytok. Hogyha a keleti parton vagytok, a kisebbek az összegek, Los Angeles-be gondolják, oda tolnak 1 millió dollárt egy cégbe. Ötlet alapján. Van egy jó pitch, van egy jó csapat, oké, próbáljuk meg. Nagy számú törvény alapján. Magyarországon ez hiányzik, de ez valahol az előnyünk is. Hogy mi tudunk pénzni, hogy is boldogulni. Ez a jó bennünk. Úgyhogy a legtöbb startup sajnos amiatt mondik ki, ahogy én látom, hogy ez egyszerűen nem jó az ötlet. Ha az ötlet is jó, és előbb-utóbb a funding is megoldott, akkor elkezd működni. Nem akkor a már kész valójában, hogy global csinálják, vagy akkor hogy európai lenni, hogy működne erre, hogy meg ilyesmi. Én ezeket nem látom, hogy amit például egyre tudni, az összeállap mindenki. Nincs ötlet. Nincs ötlet. Miről szól? Igazából szélszesekvány szóltak, követően ingatlan, mint ingatlan, de ugyanakkor én ezt nem hiszem el, hogy nem lehetett volna vele kilépni, nem lehetett volna belőle egy profitábilis céget csinálni. Csak egyszerűen nem olyat, ami olyan lesz. Az a baj ezzel, hogy az a definíciója, hogy egy különösen bizonytalan környezetben valamilyen technológiai vagy üzleti innovációra alapozzák a hosszú távú versenyelőnyüket. Amikor a hosszú távú versenyelőnyük teszi lehetővé, hogy nagyobb nőjenek. Még ha van is versenyelőnyük, ha nem tudnak nagyobb nőni, megtörténik meghalnak. Ez például egyébként a, nem tudom mi volt konkrétan az app, de nagyon úgy hangzik, mint egy úgynevezett, ezeket úgy hívják, hogy feature jellegű startup. De vannak, amiket mondtam, hogy vannak a disruptív jellegűek, ami ilyen totál agyament hülyeség, és mégis a félvilág használja. A feature jellegűek azok ilyen nagyon jól érthető dolgok, hogy például egy szélezesek megadó bűnök, legyen valami. Oké, ha el is jut valameddig, egy nagyobb cég bármikor megcsinálja. Ha nincs valami, ami védi ezt a technológiát, jelenleg két dolog tud megvédeni egy startupot, egyébként gyors növekedés, mert akkor egész egyszerűen mindig 6 hónappal a versenytársi előtt van, vagy pedig a szabadalmak. A szabadalmak, hogy beegyeztetni drága, mindenhol, a világon, Amerikában különösen. Pereskedni a szabadalmakért az még egy másik dolog. Tehát, hogy hiába van az embernek 5 szabadalma, ha a Google megcsinálja ugyanazt, nagyon könnyen kerülhet olyan helyzetbe, hogy egész egyszerűen nem tudni csinálni a szabadalmaival. Mert az összes ügyvéd, aki ez elmegy, azt mondja, hogy hát figyeljük, ez a Google, ez szerintem el tudta adni 2 évig ez a per, meg néhány kollégát még be kéne hozni, 300 ezer dollárt kér szépen átutalni. És egyszerűen az ember nem talál olyan embert, aki hajlandó bemenni a perbe. Ez egy reális alternatíva ki. És egy szabadalmakra sem nagyon érdemes. Persze, ha 1-2 van, az nem árt,
sose átmert, meg valószínűleg a Google-nél meg van annyi esze az embereknek, hogy kell a cég szabadalmasokat, akkor azt mondják, hogy mi ez? Oké, 15 millió dollár jó lesz. Súlyosan alul értékel, de az ember mégis csak tudja, hogy ez nem a sarki tűzszeresen múlva, tehát hogy vagy eladja nekik, vagy hogy mi is megcsinálják. De lényegében azért nem lesz ezekből a cégből semmi, mert nem tudnak pénzt csinálni kicsi piacon, hanem piacon nem tudnak elni. Vagy lehet, hogy rossz a pitch, és nem tudják eladni a szélesek. Oké. Ja, mentorálások, pár gondolatok, mi mondaná, hogy amikor ugye írtatok Amerikába 15 embernek, akkor mi van egy ilyen levélben, vagy mi alapján választasz ki valakit LinkedIn-en, mert... Elmondom az egész folyamatot, jó? Nekem nagyon nagy szerencsém volt ezzel a két sráccal. Lényegében egy gondolatuk volt, és egy megnyert pályázatuk, nagyon picike, mivel ezt a gondolatot úgymond kidolgozhatják. Viszont borzasztó lelkesek volt, és nagyon tudtak dolgozni. Tehát az volt a feladatunk közösen, hogy egy ilyen startup versenyre felkészítsük őket, úgyhogy ugye úgy hívják a technológiai startupoknál, szokták különíteni, azt mondják, hogy van a technológiai ember, az a hacker, és van az üzleti ember, az a hustler. És a hustlerre elkezdtük gyakorolni a pitchet, volt egy designerük, van egy designeren csapatnak, széthajtottuk szegény srácot, tehát éjszaka, dolgozás, hajnalig minden. Körülbelül az lent, hogy kérdeztem, hogy mennyi időt megcsinálni ezt a dizájnkönyv kitaláltunk a prezentációra, mondta, hogy egy délután mondtam, hogy jó másfél gondról várom, és ez volt hajnali háromkor, és nagyon-nagyon becsületesen végigmondták, gyakorlatilag nem tudom, mikor aludtak. Én egy óránként kibogattam a master szerepben lévő az üzleti ember, hogy egyszerűen fölmondta a pitchét, 100-szor, 200-szor, 300-szor. Kiszámolt, hogy mennyi ideje van, mondtam, hogy jó, kb. 5 percig tart, akkor 1 óra fölmondom meg 12-szer, akkor 1 óránként fölhívom. És akkor mindig 12-ként fölhívom. Elmondta nekem, mondtam, hogy mindig szar, és újra. És egy hetet így végig. A másik oldallal, tehát a technológia oldallal pedig mondtam, hogy oké, akkor haladjatok a technológiával, én pedig többek össze téged, de hagyjuk szerencsétlen gyakorolni. Tényleg teljesen azért felmegősbe volt. És mondtam, hogy jó, akkor mi azt csináljuk az üzleti oldalát. És kezdjük úgy, hogy validáljuk, hogy létezik ez a probléma. Ugye van nekem egy dolgom a startup data, azon szétnyomtuk az információt, gyakorlatilag rászántam 5 dollárt, 1000 forintból, 1100 forintból, kaptunk 270 visszajelzést, aminek a nagy része pozitív volt, hogy igen, ez tök jó lenne, amit csináltok. Nagyon jó, szuper, akkor most már nem hiába csináljátok. Nekiálltunk ennek a LinkedIn-es dolognak, ő elküldött, én leveltem, ezt kijavítottam, mondtam, hogy jó, ezt küld szét. Ennyi. Annyit kell változni, hány név, és utána ugyanaz. És hárman válaszoltam. Ami körülbelül egyébként azt mondom, hogy reális is. 25%-kal azért is az embereknek extrém segítőkésznek érdeklődött. És valóban elkezdtek dolgozni az amerikai tanácsadókkal már, hogy rettenetesen haladnak. Nagy érdekes volt egyébként, hogy amikor megvolt a verseny, az utolsó este a hustler szerepben lévő, tehát az üzleti emberke, aki prezentálni volt hivatott, az mondtam, hogy jó, gyere fel hozzánk, feleségem is meghallgatja legalább a dolgot. Elmondta, és mondtam, hogy jó, akkor most egy kicsit gyakorlunk. És elindítottam mögötte a tévét, és így kapcsolgattam. Mondtam, hogy addig nem mész haza, amíg nem tudod elmondani úgy, hogy akárhogyan zavarlak, végigmondod. Tehát akármi történik, végigmondod. És akkor végén már ott tartottam, hogy arancsodom, dobáltam neki, közben a tévét kapcsolgattam, a villanyt kapcsolgattam, de mondtam. És nagyon érdekes volt, hogy másnap, az utolsó pillanatban estem, de amikor ő kezdett. Tehát ő már színpadon állt, elindult a dolog, és nem volt ilyen jó technika, mint itt, hanem gyakorlatilag semmire mászott a prezentációt. És ő elkezdte mondani, a co-founder, tehát a technológia emberi nézett, ez nem lesz így jó, megfordult, látta, hogy bejövök, ott álltam az ajtón, hogy jövök, kapcsolj le. Lekapcsoltam a villanyt, és az villant a fejembe, hogy úristen, csak meg ne álljon miatta. Tehát, hogy ott áll a színpadon, lekapcsolom a villanyt, úristen, mi történt. Nem olyan könnyű egyébként emberekkel beszélni, aki nincs hozzászokva. És a srác így állt, és mondtam, jó, oké, akkor itt rendes munkát végeztünk, gyakorlatilag körbelül gépisztolyadat, és végigmondjuk. És végigmondta rendesen. Nem azt mondom, hogy ezzel egy amerikai piacon megállja a helyét, de ahhoz képest, hogy egy hét alatt hovítottunk el, zseniális. Kőkeményen beletette a munkát, rohadt magabiztos volt utána, amikor végeltünk az egésznek. Bármikor, amikor valaki megkérdezi, hogy mit csináltok, akkor ő profin elkezdi mondani ezt a szöveget, amit betanultunk, és gyakorlatilag értelmesen tud beszélni. Úgyhogy
Úgyhogy így lehet haladni. Ha az ember tényleg úgy nyomja, mint az állat. Egészen. Laser fókusz arra, amit csináltok, és nem ilyen nagy gondolkodás, mint minden, hanem kőkeményen végre kell hajtani egy tervet, amit úgy hívnak, hogy lény metodológia. Amikor validáltátok az ötleteket, meg validáltátok a célcsoportot, neki lehet állni, csinálni egy prototípus, vagy technológiát, ugye ezt MVP-nek hívják, minimum viable productnak, ott is egyetlen funkcióra koncentrálni, amikor megvan megmutatni az ügyfeleknek, használnál, igen, fizetni, igen, pah, szuper, akkor most lehetünk a vízhez. Nagyon gyorsan lesz tartokat építeni, hogyha az ember nem megy be a zsákutcába. A Lean-nek pont az a lényege, hogy a zsákutcad egy előbehajtendős. Én egyébként a sejtszartokommal minden hibát elkövettem a programjelben. Az összesen. Minden. Tehát, hogy én nem szaroztam, ha már csináljuk, akkor csináljuk rendesen, minden hibát elkövettem. Úgyhogy nagyon jól tudom, hogy mit például mennyi időt szóltunk el. Nevű startupomban, ami egy crowdsource marketing alkalmazás, ezt Magyarországon teszteljük. Van nagyon sok kis ügyfelünk, van már egy, két, három, öt nagyobb ügyfelünk, és jelenleg azon vagyunk, hogy ez a rendszer ez igazából amerikai piacra született, és utána lehet lefordítva magyarra, mert rájöttük arra, hogy nagyon könnyen tudjuk tesztelni akár nagy vállalatokkal is. Egyébként ezt nem mondtam, ez nagyon jó még a magyar piac. Tehát, hogy az, hogy Amerikában bejusson a Nike marketingeséhez, felejtsd el, hónapok alatt sem. Tehát, hogy egész startupként. Nem. Soha. Itt Magyarországon az előbb-utóbb, hogyha egy értelmes levelet tud írni az ember, akkor bejön. És ilyen vállalatokra akarok kipróbálni a rendszert. Most úgy néz ki, hogy az emberek szeretik, úgy néz ki, hogy a vállalatoknak kell, úgyhogy meglátjuk lesz fel. Mi megkockázatok kérdő tárgyalunk amerikai alapokkal. De ez két és kérdő volt, amikor eljött. Gondoljátok meg, hogy épül fel egy vállalat 20 éve. Volt egy ötlet, hogy csináljunk valamit. Gondoltak rá, csapatok, és gondoltak, céget, kerestek pénzt, hogy megvegyük saját ipart, hogy valahonnan, banktól, valahonnan jött pénz, és neki álltak tenni ezt. Na most ma nem ez van. Ma minden a legkisebb cégnek, nektek is ott vannak a lehetőségek ugyanazokra a dolgokra, amit a nagy cég csinálnak. A Google Play-en, meg az App Store-on keresztül elérjük az egész világpiacot. Bárkinek el tudtok adni. Akárhova. A Facebookon keresztül tudtok marketinget nyújtani. Bármelyik országban. A Twitteren keresztül tudtok szerezni követőket. A LinkedIn-en keresztül tudtok szerezni helyi embereket. Vagy az Angel.com, vagy a Fundum-on keresztül. Ma nincsenek ilyen határok. Annyira globális lett az a globalizáció, annyira lement a kis cél szintjére, hogy pontosan ez az, ami milyen startup arányázva most. Nagyon-nagyon olcsón, 5000 dollárból el lehet indítani egy vállalkozást, ami egy olyan beszélgetett applikációra, 5000 dollárból el lehet indítani marketinggel szőröstül-böröstül, amit utána letöltenek 300 000, 5 dollárért, és kerestek másik millió dollárt. Nagyon ritka ez, ezt elismerem, de van ilyen, van erre példa. Úgyhogy nem érdemes segíteni piacot. Külpiac, ott van 300 millió ember. Tudnak, ma fizetőképesek, van internet, hozzáférésük, nyitottak, különösen a technológiai dolgokra, nem érdemes itt. Az előbbi hiteles példát mondanám megint, hogy van egy ötletem, csináljuk egy oldalt, mint 140 karakterben. Még arra sem venném a párcsolat, hogy lemásoljon. De tényleg. Tehát, hogy olyan barom ötlet, az igazi nagy ötletek mindig barom ötletnek hangzanak. És ezt az alapító nélkül nagyon-nagyon ritkán lehet megcsinálni. A kockázatok is ezt tudják, tehát ezt csak ágában nincs. Nincs idejük keresni egy embert, akinek elmagyarázni, hogy most hogy van, meg mit van, meg nyugodtan el lehet mondani. Én azt szoktam, hogy aki csak lopni tud, az nem tudsz alapot felépíteni. Tehát akinek egy csöpp esze van, most elmondasz nekem egy világra szóló ötletet, biztos, hogy azt mondanám, hogy szuper, segítek validálni, segítek, hogy hozzájuss egy-két olyan archoz, vagy olyan
leadhez, ami előre visz, elmondom, hogy hol nem menj bele a rákutcákba, cserébe kérek 5%-ot. Sokkal jobban megéri. Nem éri meg ellopni ötleteket, egyszerűen. Akinek ez az ugye, olyan nyilván nem egyébként, hogy ugye Amerikában ez nagyon nagy divat, több ezer ember előtt elmondják az emberek az ötleteiket. Mert pont azért, mert a disztraktív ötletek, a nagyon nagy ötletek, azok úgyis olyan baromnak hangzanak, hogy senki nem fogja másolni. A többi ötletén meg azért a 9 év a 10-ből azért meg nem kár. Igazából. Úgyhogy nem szabad titkolózni. A titkolózás az egy legnagyobb probléma. A Lean pont arra tanít meg, hogy ne titkolózz, mert három nap alatt validálítod az ötletet, hogy megy vagy nem megy, amíg más azt lenyúlja. Később, ha meg elkezdtél fejleszteni, akkor előbb-utóbb úgyis ki fogsz kerülni, tehát úgyis lesz egy public beta-d, és bárki lenyúlhatja az ötletet. De egyébként szoktuk erre az ötletnyúlásra még egy okot mondani, hogy miért nem érdemes csinálni. Ma annyian foglalkoznak technológiai startupokkal, hogy majdnem biztos, hogy ha van egy jó ötleted, akkor azon még 3-4-5-6 csapat dolgozik valahol a világon. Úgyhogy még föl sincsenek a webben, nem tudni róla. A mi startupunknak is vannak konkurensei, 6 konkurensei van a világon. Nagyjából egy időbe kezdünk a dolgot. De ez nem probléma. Most, ha van konkurens, és azzal, hogy rejtőzködő módon vagy, megpróbálod magad körül tartani az ötletet, azzal semmit nem érsz el, hiszen ők akkor dolgoznak. Tehát még csak annyit érsz el, hogy lassabb leszel. Nincs validáció, nincs ügyfél, nincs tanácsadó, nincs ötletetés. Felejtsetek a titkolózást. A legnagyobb jó. Nem szabad titkolózni. Van egy ötlet, el kell mondani. A Twitter jellegű, úgy sem érsen kérdeni. Na, kérdés? Igen? Teljesen abszolút, de mi a kínaiakkal, mert nem tudjuk, hogy elkezdeni, és úgy közelni, hogy fejletődni. Igen, ez tök jó meglátás. Tudni kell a nyelvüket. Hát, hogy ha ilyen kínai piacon akarnak indítani egy startupot, akkor biztos keresnek egy kínai. Ugye Kínában az internet dolog, ez azért egy picit még olyan, tehát hogy ez a nagy szabadság, ez még nem érte oda, de lehet jó dolgokat csinálni Kínában. És egyébként nagyon sokan elhanyagolják a piacot, tök igaz. Több mint 1 milliárd ember. Simán lehet kínai startupot csinálni. Nem egy rossz vonal. Én egy kulturális problémát látok ott inkább, hogy Európa Amerikához viszonylag közel van, és még nálunk is nagyon-nagyon-nagyon sok különbség van. Most el is tudtál tárgyalni kinti venture capital-val, akikkel szó van arról, hogy majd egyszerűbb jönnek, vagy mi viszünk projektet, vagy valami, és csak egy szemléleti különbség. Kérdeztem, hogy oké, ha itt a rendezvényeket csinálunk az ő pénzükből, akkor van-e valami budget? Válasz? Figyelj, ha rendezvényt csinálsz, ugyanúgy gyere nekem ilyen 100-200 ezer dollárra. Azt mondja, hogy ha csinálod, akkor csináld, akkor legyen minden hónapban. Költ a pénzem. Tehát más a szemlélet. Ő azt mondja, hogy pénz van, csak nyomjad. Olyan ember nincs, aki nyomja. És itt van még egy nagyon fontos különbség, például Amerikában, bocsánat, Kínáról eltértem, megint, hogy itt nálunk nagyon sok technológiai ember van. Tehát elmegy a sömhezbe, elpulljantom magam, amit kell, és fejlesztő, mert van egy startupom, tudja, hogy hárma jönnék oda. Tudni. Ezzel szemben kint nem lehet fejlesztőt találni, mert a Facebook, a Google, a Yahoo, ezek a cégek, ezek az egyetemből hozzák az embereket. A másodéves emberek azt mondják, hogy fiú, te tudsz fejleszteni, ugye? Na, akkor csináljuk a következőt. Eljössz hozzánk dolgozni évi 200 ezer dollárért, induló fizetés, nem vicc, tehát tényleg 160-200 millió indulni a fejlesztő. És akkor ha így megunnád, vagy elmennél, egy bizonyos időt nálunk kell lenni, de ha utána elmennél, akkor kifizetjük az egyetem hátraléből részét. Ami ott nem az 5000 forintos képzési hozzájárulás szinten van, hanem egy 12-től. És hozzák le az emberek, és a startupok nem bírnak fejlesztőket találni, azt mondják, hogy egész egyszerűen nincs. Mi, ugye fordítva, üzleti oldal, ki olyan pitch-eket lehet hallani a startup esetén, az ember a haját lerakja. Olyan megoldásokról, mint ne felejtsd a barátaid szülnapját. Ott a Facebookon. És halálkom olyan kicsáról, és elmondja, hogy ez milyen jó lesz, meg hogyan. Defektők így néznek, és mondják, lehet, hogy bejön. Hát azért sokat nem teszünk be. 500 ezer dollár. Jó. Tehát én voltam kint, voltam ilyen startup versenyen, kaptam meghívást, hogy utólag estem be, tehát meg volt a team, és nagyon tetszett a projektünk az egyik accelerátoron, és azt mondta, hogy minket így beteszem a teambe.
És hát nyilván szétszenvedtem magam angolul 3 percben, az olyan minőségű legyen. Azt mondom, hogy messze nem volt a legjobb. Külföldi vagyok, tehát elve nem lehetett a legjobb. Ciki már nem volt, de ez még 3 napot elkészül. De ott voltak olyan csapatok, hogy megjelent egyen pólóba. Egy ötlet volt, tehát hogy egy sortó nem volt lefejlesztve. De már mindenki egyen. Mondjuk, aki megkeresett, hogy van, és csinálsz egy üzleti tervet, mert múlt héten hallottuk, hogy tök felesleges. Csinálsz egy üzleti tervet, mert azért mégis mindenki elvárja annak ellenére, hogy így nem kell csinálni. Bevételeket szerinted mi alapján érdemes kalkulálni, mondjuk egy olyan terméknél, aminél fogalmat sincs, hogy mi várható, de valahogy le kell raknod az asztalra, ilyenek néznek, ha azt mondjuk, hogy fogalmat sincs. Van, mondom, az én személyes kedvenc befektető Amerikában egyébként a második a hivatalos listán, úgy hívjuk Mark Zuster, a következőt mondta erre. Ha egy korai fázishoz tartokkal eljössz hozzám, akkor nagyon örülök, hogyha a költségeket meg tudod becsülni, de látom, tudod használni az Excel-t és reális vagy. Tök jó. Ha a bevételekre is csinálsz egy becslést, akkor azt fogom neked javasolni, hogy akkor most menjél Vegasba, mert ha egy korai fázishoz tartokkal meg tudod mondani, hogy mennyi lesz a bevétel 3 év múlva, akkor te jós vagy. Ha jós vagy, akkor hagyd ezt a startup nyomoltatlancba, menj el Vegasba, adok pénzt, megyek vele azt, ha kell, és akkor 5 kiló a pirosra. De tényleg. Tehát, hogy nem várják el. A magyar befektető is azért várják el, mert a nyomorult MBZRT elvárja. Ugye, amikor elmentek egy magyar befektetőhöz, akkor ezt a szorít nyugodtan mondjátok el, hogy figyelj, ha tudnám mennyi lesz a bevétel, majd Vegasba akkor már most Vegasba lennék, vagy a lottószámokat próbálnám még önként kitalálni. Nem tudom mennyi a bevétel. Ha be akarsz fektetni, akkor van elemződ annyi, mint a nyúlszart, majd csinálnak valami üzleti tervet. Amit az MBZ-nek beadunk, úgyse reális. Nem mindegy, mit írok le? Hagyj engem békén, inkább elmegyek még 3 ügyfélhez, eladni az MVP-t, vagy lefejeztek egy új feature-t. Semmi értelme üzleti tervet csinálni korai fázisban. Ebben a kettőben. Részükben meg szívben. Ha a befektető akar valamit már az MVZ-nek kell, megcsinálja. Kész. Nekünk sincsen. Pedig mi már túl vagyunk a szintfázison. Egy ideig írtuk, tehát hogy próbáljuk kiválni, hogy jó, akkor ennyi, meg izé, és akkor megint átírtuk, mert ugye nem jött a befektetés. A következő hónapban is átírtuk, és utána találkoztam ezzel az attitűddel, hogy mi van, bevétel? Hagyjatok már bevétel a fejükbe. Majd lesz bevétel. Nyugi. Na, még? Van egy kérdés? Igen. De azok is pontosan úgy, hogy kezeljen, mint hogy később külföldön szeretném az embereket? Mármint úgy értem, hogy örüljek annak, hogy értem valaki foglalkozik velem, vagy kérek tőle pénzt is, és azokat győzzem csak meg. Akiknél úgy gondolom, hogy igen, ez egy pénzes, ez egy fizetős szolgáltatás lesz. Hát. Igen, a fizetős szolgáltatás, az üzleti modellen. Ha fizetős szolgáltatást csinálsz, akkor kér tőle is pénzt. Azt érdemes leképezni, hogy mennyi az annyi. Tehát, hogy a mi modellünkben mi... Amit a brandbooki csinál, az lényegében az, hogy mi nagyon sok share-t szállítunk nagyon rövid idő alatt. És ezért a share-ért fizetnek a különböző FMCG cégek. Mi azt szoktuk mondani erre itthon, hogy úgy indulunk az árakkal, hogy $1 per share. Erre itthon felhördülnek. Voltunk egy londoni ügynökségnél, másik legnagyobb londoni ügynökség kipróbálja ezt a cuccot, és ott mondták, hogy van egy kampány, be tudunk feltörni az angol piacra, nem kell úgy nyelvet csinálni, tehát tök jó, de nagyon kevés pénz van rá. Hogy oké, de tényleg nagyon kevés pénz van. De hogy két kampányt kéne lefuttatni, vagy lehet, hogy 3-at is, így elszorva az évben, és hogy szinte semmi nincsen. Én már ott voltam, hogy mondom, figyelj, angol piac, tök jó, benn vagyunk, referencia, megcsináljuk ingyen. Mondja csak, hogy figyelj, $125,000 van. És akkor így mindig megálltam, mondta, hogy de nekünk ebből kell 40. Oké. Okay. Majd még jött egy mondás, hogy nálunk a kampányok is beszoktuk vezetni ilyen kampányokkal, amik kb. Ilyen 40 és 100 dollár között vannak Magyarországon. Mondja, hogy de ezeket a bevezető kampányokat kifizetik olyan 25 ezer font erejéig. Na, ne szórakozz, nem tudok rájelkölteni 25 ezer fontot. Képtelen vagy. Úgyhogy ezt le kell képezni. Ha valamiért kérdő Amerikában 99 centet, akkor inkább kérjél 20 centet érte. De tudnod kell, hogy fizetnek érte. Mindig. Jó, hajrá! Amit én vettem észre, és egyébként zavar,
kicsit, az az, hogy ugye például én is azt mondja, meg csomó, mindenki azt mondja, hogy csináld holnap, és holnap is, holnap is, holnap is, és menjél mint állat előre. És akkor mondjuk van egy ilyen 6 hónapos, vagy 1 éves accelerator program, és akkor így azt látom, hogy abban így igazából így áll vannak, mint hal a vízben. Tehát így beleültek abba, hogy most akkor vezetve majd az, hogy üldögéljünk. Nem, azért nem. Az accelerator programok nagy többsége azért nem ilyen hosszú, az ilyen 3 hónap inkább. Egy probléma van velük. Nagyon nagy a probléma. Tehát, hogy mondjuk tájékozott múltan, az olasz ajánlat, a 6 hónapos, a megfordulat, Igen. Ezek valóban nagyon hosszúak. És szerintem ezek nem feltétlenül alkalmasak arra. Kínamerikában egyébként azt mondják, hogy a legjobb vállalkozóknak nincs is szükség az accelerator programokra. Effektíven nincsen. Az accelerator programok arra jók, hogy pontosan ezt a lean megtanítsák. Én azt szoktam mondani, hogy az accelerator az egy suli, egy nagyon drágos suli egyébként, mert nagyon alacsony, úgy hívják a cégértékelés befektetésre, hogy pre-money valuation. Az az összefüggés, hogy a pre-money és a befektetés az együtt a post-money, és akkor ebből alakul ki, hogy kinek milyen részesedése van. Tehát nagyon alacsony pre-money visznek el részesedést az accelerator, mondjuk 15-20%-ot. Nagyon rossz feltételekkel. És úgy visznek el, hogyha ti tudjátok, hogy kell csinálni, ha mondjuk tudod, hogy mi a lean, hogyan kell haladni, stb., akkor pontosan tudod azt is, hogy fél év múlva meg tudsz kapni akár egy magyar befektetőt és egy $1,5 millió cégértékelést. Na most, ha az adott accelerátor mondjuk $150,000-osat ad, akkor lényegében az történik, hogy valamit, amiről tudod, hogy 6 hónap múlva 10-szeresét fogja érni, eladsz. Hát ez annyira nem jó ötlet. Tehát, hogyha otthon van egy festmény, a festőjét most múlt meg, akkor lehetőleg nem akkor van az acciba azonnal, hanem azt mondom, hogy jó, picit várjuk, tehát nézzük meg, mi van az aukciókon. Itt ezt biztosan lehet tudni. El lehet menni accelerátorba, ha úgy érzitek, hogy ezzel a linnel abszolút nem vagytok képben, nem építettetek még startupot soha, akkor tök jó, mert ott elmondják ezeket, és tényleg kihagyják, a jó accelerátorban kihagyják az embernek a lelkét is. Úgy el lehet jutni valahol. Aki már csinált céget, tehát tudja, hogy kell csinálni, az csinál magától. A nagyon hosszúakat meg én abszolút nem javasolnám. Igen? Ezek alapján, a sajátosságok alapján, amit mondtam Magyarországról, vagy erről a régióról, az itt kialakuló körben lévő ökoszisztéma, az ennek a hasznainak a lehalászására épül, vagy ha irányul, vagy inkább a kiaknázásra. Csak ez nem ugyanaz hasonlít, de hogy... Hogy ezt ki lehet úgy használni, hogy szerintem, hogy ez hosszabb távon többet hozzon, meg lehet alakítani. Például alatására és a rövid távon. Hogy elvárni lehet? Hát, hogy befektetni és úgy alakítani itt ezt, azt mondod, hogy sok szempontból jobbak az innen jövő ötletek, veszélyű ötletek, mert hogy erre, akik csinálják, azok sokkal többet tesznek bele a saját Nem jobbak, csak olcsóbb. De azért, mert hogy úgy is képzelik, hogy csak később kapnak pénzt, vagy nem kapnak egyet. Igen. És hogy ezt ki lehet használni, úgy is, hogy... Tehát, hogy az ökoszisztéma, ami itt épül, az ezzel él és hosszú távra gyúr, vagy pedig ezt nem. Tök hamar szeretnek a pénzt csinálni? Nem, az itteni ökoszisztéma az lényegében szerintem, tehát az itteni ugye kelet-közép Európát értjük. Szerintem az ökoszisztéma, ez még így csak így próbálja, tehát kóstolgatja ezt az egész területet. Az accelerátorok, amikor kérnek ugye share a cégekből, fogalmuk nincs ebben a régióban, hogy kinek fogják eladni. Egy Y Combinator pontosan tudja, hogy kinek fogja eladni a részesedését. Itt Európában a legnagyobb probléma az, hogy oké, de ki? Hol lesz az exit? Vagy hogyan lesz exit? Úgyhogy ilyen szempontból szerintem teljesen vakorra tűnnek. Nagyjából tudják, hogy ez a módszer, tehát elhozták ezt a módszert Amerikából, ahol Y Combinator 8 éve van. De nagyjából vakorra tűnnek még ezzel. És előbb-utóbb ezek is oda jutnak el, hogy valakinek el kell adni a céget. Hol vannak a vevők? Amerikában. Hát akkor srácok. Akkor mások érdem, hogy amikor az accelerátoron keresztül ugye oda jut ki egyetlen a minimumszámnak, akkor még látszik az előnye, amit az accelerátor itt látott, vagy az közben az accelerátor előtte. Hogy... Az accelerátor részesedést kér. Ilyen szempontból mindenki amerikai accelerátorban van az ember, vagy kelet-európaiban, hogyha a nagyjából ugyanazt kapja, meg nagyjából ugyanazok a feltételek vannak.
az accelerátor, hogyha a cég kijutott és van, úgy hívják el a következő követő, hogy follow-on financing, vagy follow-on funding. Ha van follow-on financing, akkor az accelerátor azt mondta, hogy én megtettem, amit lehet, mondta, csak drukkolni tudok. Ezzel egyébként ellentétes a magyar befektetői hozzáállás, mert nagyon érdekes, hogy például a magyar befektető imádja ugye a kontrollt. Nagyon sok olyan startupot látok, akik kaptak pénzt Jeremy alapokból, csak 70% kontroll náluk van. Elfogy a pénz, esetleg kijutnak Amerikába, mert tényleg jó az ötlet, ott egy befektető ránéz a szerződésre, azt mi van? 70%? Aláírtátok? Akkor viszont látásra. Eszébe nem jut. Tehát szívesen fektet egy olyan csapatba, akik felépítettek valami jó dolgot, kivitték egy külpiacra, és ott akarnak vele valamit csinálni, és fejlődtek. Tehát, hogy van egy hacker, meg van egy hustler, mint alapítók, és azok ott csinálják a dolgot. Azt, hogy magyar befektető, majd megmondja a 70%-ában, hogy ki mi lesz a cégben, meg hogyan, szóval az amerikai, interesting. The interesting azt jelenti, hogy nagy üdös fókaszt vagy. Szóval az udvarias volt, nice. Tök jó. De sem? Ugyanazt meg lehet csinálni, kifüggetlenül a verzió. Abszolút. Ha az ember ki tud menni, csak elég drága kín az élet. Még egy Silicon Valley-ben az volt. Vagy valaki valaki rendet, tetszik az egész, hogy ránk szerződés, hát ez így ment, hogy aztán... Már hogy a befektetés után? Szép magyar gondolkodás, remélhetőleg a szerződésben az benne van az, hogy te nem csináltad meg ugyanazt mással. Igen. Igen. Az előzőre akartam mondani, hogy ez szerintem az egy jó végszó. Mindenesetre érdemes lenne tartani 10 perces szünetet, és köszönjük meg Kádas Péternek ezt az első részét, és akkor utána következik még egy felvonás. Köszönöm. Honnan én jön, illetve azok számára, akik eddig is itt voltak, folytatjuk ezt az eseményt. Tudnélik az alapvető első része az a innovatív generáció számára kialakított program, és ennek a második része az, ami innovátorat tudja, ahol köszönjük Kárdas Pétert, aki eddig is hasznos tanácsokkal látott el minket, és a következő fonalon pedig tovább szeretne leginkább beszélgetni velünk, hogy mégiscsak olyan információkat halljátok, amit igazán szeretnétek ti is tudni. Úgyhogy kezdeni fog egy történettel, és remélem jól össze van meggyűjtve a kérdések. Mit indítanak két sztori arról, hogy mennyire kell innovatívnak lenni. Mennyire kell ezt a rocket science-t erőltetni. Van egy szívemnek nagyon kedves magyar startup, azért nagyon kedves, mert hirdetlenül profi mondják, nagyon jó a pitchük, nagyon jó az anyaguk és nagyon jó az ötletük. De az ötletük az ég egyetlenül semmi technológia nincsen. Ők üzleti oldalról fejlesztettek valamit, úgy hívják ezt a célt Statsa. Ismeri valaki? Haza? Oké. Elmondhatom? Nyugodtan. Jó. Tehát, hogy a Statsa-nak ugye az a lényege, hogy vannak ilyen foci statisztikák. Nyugodtan, hogy nem jól mondom. Jó. Vannak ilyen foci statisztikák, amik eddig ugye a kluboknak, az edzőknek szolgáltattak adatokat nagyon-nagyon sok pénzért. Tehát sok-sok ezer euróért. Most itt van ez a Startup nevű cég, amivel én a Microsoft Imaging Cup-on találkoztam, akik gyakorlatilag azt csinálták, rájöttek, hogy erre esetleg másnak is szüksége lehet, megkeresték ezt a szolgáltatót, és azt mondták, hogy nem akartok ti így egy ilyen app formájában így a jó népnek is? Mire ugye mondták, hogy nem, mert hogy minket nem érdekel ez a piac. Nagyon jó, minket viszont akkor érdekel. És hogy jogot szereztek arra, hogy megszerezzék ezeket az adatokat, csináltak fel egy gyönyörű appot, ami baromi jól néz ki, és gyakorlatilag ebből készülnek pénzt csinálni, és úgy néz ki, hogy ez sikerülni is fog, hiszen a piacok az viszonylag nagy. Később lehet ezt terjeszteni másra is, nem csak kimondtan a futballnak a statisztikája. Tipikusan olyan példa, amiben technológiai innováció igazából nincsen. De van egy olyan üzleti innováció, észrevettek egy vékony kis nist, észrevettek egy lehetőséget, és nekem ez borzasztóan tetszett benne, hogy ezzel a lehetőséggel élni tudtak, és ezt használják. A másik nagyon hasonló példa, ki ismeri a Carmunchot? Ez egy... senki? Ez egy névjegykártya applikációs dolog. Megvan? Oké. Ugye, mióta okostelefon van, azóta számtalan cég próbálkozik azzal, hogy a
az okostelefonnál ezt a négyeket elképezzük. Vannak mindenféle ilyen 20 ilyen rutinok, amivel ezeket be lehet olvasni, és ott a program meg fogja kitálni, hogy melyik a telefonszám, melyik az e-mail, és viszonylag jól működnek, egy nagyjából 90-95, némelyik 95%-os eséllyel fel tudja fedezni a névekártyában, hogy oké, melyik a név, melyik az e-mail cím, mi a telefonszám. A 95% az azt jelenti, hogy 100 névekártyában, amit így lefotózunk, ott el fog szúrni valami. Tehát nem találjuk el a telefonban, rossz az e-mail cím, nem kapja meg, nem tudjuk fölhívni, és ha egyszer ilyen applikációt használunk, akkor utána ezeket a névjegyeket általában kidobjuk, úgyhogy esélyünk nincs annak az öt embernek adatait megtudni. Most ha ez éppen egy amerikai befektető, akkor kapjunk egy névjegykártyát, valami kinti verseny, akkor viszonylag kellemetlen dolog. Nagyon sok ilyen applikációval. A Cardmatch nevű cég az a következő találta ki. Azt mondta, hogy hogy is van ez? Mit szeretnének az emberek? Névjegykártyákat kapnak, azokat be a kontaktbukjukba, a telefonba, az Outlookba, vagy éppen a Google-ba használnak. Az a lényeg, hogy ez ott legyen, és nem szeretik begépelni. Azért lehet tudni, hogy nem szeretik begépelni, mert rengeteg ilyen applikáció van, amit használnak. És ugye ezek nem működnek. Következőt csinálták, azt mondták, nálunk, ha lefotózod a névjegykártyát, akkor mi ezt a fotót kiküldjük Indiába. Kis indiai fogja, begépelje a kis kezével, a következő kis indiai megnézi, tényleg, stimmel, és a következő kis indiai lehet nézni még egyszer. 100%-ig nem tudják elrontani. Hárman nem tudják elrontani. Az első kap 10 centet, a második 3 centet, a harmadik 2 centet. Tehát összesen 15 centből megvan. Megkérdezték az emberek, hogy hajlandók lennének a 25 centet fizetni névjegykártyánként, hogy ne kelljen otthon leülni és begépelni. És úgy néz ki, hogy nagyon sok ember hajlandó volt fizetni 25 centet, olyannyira, hogy idő után megvett őket a Lindy. Tipikus példája annak, hogy hogyan kell startupot építeni. Nem abba kell gondolkodni, hogy hogyan lehet az OCR technológiákat, meg minden. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy van egy igény, és ezt ki kell elhívni a fény. Jobban, mint eddig, és kész. Kész a cég. Ennyi. Úgyhogy ez egy olyan történet szerintem, amit érdemes nagyon megfogadni. Nyitott szemmel kell járni, és a józan paraszti eszet kell használni. Én ezt szoktam ugye azt mondani, hogy ennek az én generáció felét már megteremtettem az üzleti életben. Ez a paraszt. Nektek ott van józan. Úgyhogy ezt érdemes használni. Na, folytassuk a kérdéseket. Egy kicsit a bivetelezésre visszakapcsolva, szerintem azt, amit nekem írtál, azt talán még egyszer elmondani, hogy többiek is hallják, azzal kapcsolatban, ugye, hogy nálunk felmerült, hogy valaki meghallgatta a smart mobilos előadásunkat, és a saját termékét, ami teljesen más igazából, elkezdte a mi szlogenünkkel, mi anyagainkkal reklámozni. És akkor én a Petinek írtam egy e-mailt, hogy ilyenkor a francot kell csinálni, hogy kinél kelljen erre célozgatni, hogy nevet mondjak el, stb. És akkor erre mit válaszoltam? Hát erre azt, hogy nyugodtan lehet névvel, nyugodtan lehet megmondani mindenkinek, ugye megvan a technológiai előnyünk, úgymond. Így van. Ez ugye visszautal arra a kérdésre, hogy miért nem érdemes titkolózni. Megvan a technológiai előny, nem ismerem pontosan, hogy csináltok, de gondolom, hogy benne van a valahogy a szerződésekben az, hogy csak ti, tehát hogy van egy jogi előny is, megvan az, hogy ők már összerakták a projekteket, vagy a projektet, és ezt nagyon nehéz lekövetni. Igazából, hogyha nagyon nem szúrják el, és nem mennek bele egy ilyen várakozósdiba, akkor az, aki megpróbálja őket követni, annak minimum van 6 hónap egy év technológiai időbeli üzleti hátránya, amit képtelenségbe hoznak. Úgyhogy nem kell félni a lenyúlástól. Minél előrébb, vagy annál kevésbé kell félni. Igen? Nekem egy kérdés valami, hogy gyakorlatilag egy ilyen üzleti innováció, azonban nekem mégis van egy olyan érzésem, hogy az igazán értékes a technológiai irányzatot képviselő cégek, illetve a mindenek a csúcsa, meg ugye a platform innovációval kapcsolatos dolgok. Kérdésem az, hogy amit te most elmondtál, ez szerinted egy ilyen általános vélekedés az tartalmi a befektető világban, vagy pedig ez inkább egy ilyen külön vélemény? Nem, ez teljesen általános vélekedés. Ugye az, hogy befektetők hogy gondolkodnak, az egy borzasztó egyszerű dolog.
mivel hockeystick-szerű célba fektetnek, amiknek nagyon nem biztos a jövője, ezekből sok meg fog bukni. Tehát a kockázatők is a portfólióban gondolkodik, nem cégekben. Pontosan tudja azt, hogy 100 cégből a végén 2 lesz az, amit eladnak. Most ha veszünk egy olyan felállást, hogy mondjuk egy 100 millió dolláros alap, amiből 20 elmegy a saját kis cuccaikra, ide-oda utazgatásra, stb. 40 millió dollárt beletesznek 40 darab cégbe, mindegyikben 1 millió. Annak abból meghal mondjuk 30 vagy 32. A maradék 8-ba beletolják a maradék 40 millió dollárt a második körben, abból is meghalhat, 2 marad. Ha 100 millió dollárt veszük alapul, akkor ezeknek, ennek a két cégnek kell kitermelnie, kamatokkal, meg hozamokkal, meg mindennel együtt, körülbelül egy ilyen 160-180 millió dollár. Ezért mondják, hogy igazi exit, igazi Silicon Valley-beli exit, ez körülbelül 60-80 millió dollárnál kezdődik. Akkor profitábbi is az alap. Egyébként az amerikai alapoknak a 80%-a veszteséges. Viszont a szektor, az egész, masszívan nyereséges. Úgyhogy 20% viszont nyeresége. És még többet. Tehát, hogy az egész szektor is nyereséges. Úgyhogy, és így gondolkodnak, mit lehet eladni később. Ha látják valamiről, hogy fölfelé megy, ugye ez tipikus, amit mi nem értünk el a Twitterrel kapcsolatban, mi a szarért tesz bele valaki pénzt, amikor már ketten beletettek, és még mindenben profitálni is. Sőt, üzleti modelljük sincsen. Azért, mert nagyon gyorsan növekszik. És tudják, hogy meg fogják venni. Nem csak az az érték, amit számukra, nem az az érték, amit pénzt termel. Tesznek rá, hogy pénzt termel. Gyorsan ki akarnak szállni. Nem azt nézik, hogy profitálni is az üzlet, azt nézik, hogy el lehet-e adni. És a Twittert el lehetett adni hangzol. Úgyhogy azt nézik, hogy milyen gyorsan megy előre. Én szállásban egyébként, amikor nem alapmegyek a szemben, hogy ez egy babló lesz. Ezzel azért nem értek egyet, és nagyon sokan azt mondják, hogy azért mondja ez babló, mert ha megvizsgáljuk az első dotcom buborékot, az úgy alakult ki, hogy a Dominek cseréltek gazdát millió dollárokért. Tehát ott a lánc végén sem voltak profit termelő szervezetek. Ma, ha megnézitek a lánc végét, mi, akik mondjuk tőzsdén vannak, Facebook, Google, LinkedIn, masszívan profitális Apple, maximálisan profitális cégek. De ez csak arra a szakaszra vonatkozik, amíg ugye a céget meg nem veszik. Mert például ez a LinkedIn bevásárlás, amit mondtam a Carmunch-nál, itt teljesen egyértelmű volt, hogy van egy technológia, ami még nem elég kiforrott, de egy másik úton megoldották azt a problémát, ami nagyon sok ember problémája volt, és a LinkedIn-nek ez rögtön kellett. De ebbe ez a szép, hogy nem technológiai úton csinálták meg, hanem technológia nélkül. De a problémát megoldották. És ezért fókuszál minden befektető arra, hogy ezt szokták kérdezni, hogy milyen probléma, amit megoldasz. Ez az első kérdés. A következő hány ember problémája? Ez már az arany háromszögből a piac. Igen? Hogy miért tudunk a kérdés a kérdésre, de én szerintem az nagyon hasznos lenne, hogyha arról is mesélnél, hogy amit írtunk is a meghirdetésben, hogy hogyan lettél Kádas Péter, ami azt kérdettük, hogy a saját, amit az is mondtál, hogy egy csomó zsákutcát bementél, egy csomó hibát elkövettél az elmúlt 18 évben, mióta ilyesmivel foglalkozol, és hogyha ezekből adnál egy ízelítőt, vagy elmondnál a legnagyobb hibáidat, akkor szerintem az nagyon hasznos. Nem akarok nagyon hogy megkérdezzünk valakit, aki ebben az iparágban otthon van. Az nagyon kedves volt, leült velünk, és kis kockáspapíron kiszámolt, hogy 50 millió forintból ez veszteséges lehet csak. Méghozzá azért, mert az 1-2%-os marginokkal, meg a rajtunk maradó árukkal egész egyszerűen tudjuk kitermelni a fix költségeket. Ennek ellenére megcsináltuk. Hát csodál igazán. A mateknak. Hát igen. Szóval onnantól megtanultam azt, hogy ezért legalább a papírra, meg a tényleg a számokra kell hallgatni. Maga az, hogy a mostani cégem az, hogy ment, ott is elkövettünk minden hibát. Már ennyi tapasztalat után is, mert ezért a startup dolog, ez nekünk is új volt. És valószínűleg a legnagyobb hibánk az volt, hogy nagyon messziről indítottunk. Ezt az egész lean metodológiát akkor még én se ismertem, egyáltalán nem is volt ennyire benne a köztudatban, mint ma. És hát igazából az, hogy most a piacra lehetünk, az egy mázli. Tehát mi körülbelül a szívfázis elejéig nem validáltuk az ötletünket. Puszta mázni, hogy működik. Mi azt mondtuk, hogy az emberek hajlandóak az általuk szeretett brendeket promotálni, különösen, hogyha kapnak ebbe valami cserébe, és ez egy játékformában működhet.
nem kérdeztük meg az égéntől jelenleg senki. Az, hogy ez működik, ez a bak szerencse. Nem voltunk zseniálisak, más dinkből. Nem kérdeztük meg a cégeket se, az FMCG cégeket, hogy szükségük van erre. A legvégéig, tehát hogy amíg el nem indítottuk. Az a másik mázdi volt, hogy ők azt mondták, hogy fú, ez egy tök jó eszköz, mert be tudunk vezetni bizonyos terméket a piacra. Tehát tényleg minden hibát elkövettük. Amikor én, nekem talán a legfontosabb szakasz az volt ebben a cégben, hogy amikor kim voltam San Franciscóban, de mi úgy mentünk ki, hogy ott is elkövettünk minden hibát, még előtte is. Ma ha valamelyikőtök azt mondanám, hogy most kimegyek egy hónapra egy kicsit körülnézni, akkor azt mondanám, hogy jó, előtte két hónapot a LinkedIn-en. Kőkeményen oszd be, nézd meg, hogy milyen programokra mész, kivel találkozol, mit csinálsz vele, mit akarsz tőle, minden. Na mi ezt nem csináltuk, kimegyünk, repülő föl, szállás megvolt, és akkor másnap, ha menjünk el meetupra. Tehát, hogy innen indultunk. És ott is az igazság, hogy óriási mázdi, amik voltak. Visszanézve, egyrészt óriási mázdi, másrészt az én pofátlanságom. Az egyetlen ember, akit Magyarországon megkerestünk előtte, az mondhatom, hogy az akkori naív önmagam, fogta, és szépen írt egy levelet gyakorlatilag a Silicon Valley-ban az első számú sztár ügyvédnek. Tehát a number vannak. Aki egy olyan irodában dolgozik, ahol az ügyvédeknek, ami ilyen 500 dollár körül van az óradíja, na az övé 1200 dollár. És ide elkezdtem hozzá, hogy akkor én is Magyarországon jönnék céget csinálni Amerikába. Nagyon karias volt a válasz. Ma már tudom értelmezni, tehát az interesting szintén volt. És aztán szépen, amikor kint voltunk, akkor így elkezdtem rájönni, hogy oké, valamit föl kell mutatni. Valami kis traction föl kell mutatni. Ezt csináltuk, azt csináltuk, amazt csináltuk. Ennek a vasárnak, hogy minden héten küldtem egy levelet, és körülbelül egy ilyen másfél hónap után jött egy válasz, hogy gyere be, van fél órán. Szerintem már voltam. És akkor a fél óra az úgy kezdődött, hogy azt mondta, hogy figyelj, ez a fél óra ingyen van, elmondta, hogy 1200 dollár az óra díjat, több volt, és toroltunk 6 kilót. Azért az számított, és mondta, hogy figyelj, ingyen van minden tárcsázás a fél alatt, jó? Az első következő, ne itt csináld meg a céget. Ez a leghíresebb ügyvédiroda az egész Bay Area-ban. Itt egy cég megcsinálása 12.000 dollár. És én mondtam neki, hogy ez oké, ezt én értem, de ugye aztán tudtam, amikor utána olvastam, hogy ez nagyon jól mutat a befektetők előtt. Mondtam, hogy nekünk mégis innen kéne a cég. És akkor így elkezdtünk beszélgetni, kérdezte, hogy mit csinálunk, a fél órából lett kb. 1 óra 40 perc, és a végén leült. Látta, hogy nem tágítunk, nem álltunk fel, és így szegényként az arcára temette a kezét, és mondta, hogy jó, figyelj, bazd meg, megcsinom a céget ingyen, jó? Ott lesz a kúri logó, meg az én nevem, meg minden. De ha véletlenül bejön, véletlenül, akkor ne felejtsd ki, volt a jó fej. És akkor itt jutottunk el oda, hogy lett egy személyes kapcsolat. Tehát, hogy ő elmondta azt egyébként, hogy egy ügyvédnek kint ugyanúgy működik az érdekeltségrendszer, mint egy szélzesnek itt van. Van egy kvótája, amit be kell hozni. Mondta, hogy figyelj, ügyfelem a Google, ügyfelem a Facebook, a Twitter, az összes nagy. Mondta, hogy a 12.000 dollárot, amit egy cég alapítást kifizetnétek, az gyakorlatilag ebben a büdzsében, amit hoznom kell minden hónapban, az kerekítési hiba. Tehát megcsináljuk, ott lehet. És azóta is éppen tartó kapcsolatot is dolgozunk vele együtt, de igyekszem nem gyakran hívni, mert most már azért számlázni. Tehát, hogy, és mindent, tehát hogy telefon is minden. Úgyhogy, és aztán elkezdtünk több ügyvédirodával dolgozni, mert ez egy nagyon hasznos kapcsolat volt a Mettel, ami a Kulnak híve ezt az irodát egyébként, mert utána tovább juttatott minket egy pár helyre. És ezért mondom, hogy a vakszerencse is kell néha, például sikerült eljutni az egyik többet, nekünk legtöbbet segítő ember, az a Silicon Valley Banknak az elnök vezérigazgatója. Ez egy kicsi bank volt, piciken, nagyjából háromszor akkora csak, mint az OTP, de ez a kint kicsinek számít. És ő volt az, aki gyakorlatilag úgy juttatott el minket emberekhez, hogy fölhívott szombat reggel, hogy mit segített, és kapta 4 e-mail. És a 4 irányban el tudtam indulni. A 4-ből 3-ból nem lett semmi, azok meghallgatták, nem értették, szagoltak, így csak minden. A negyedik, az a Preparatán Egyetemnek az egyik professzora volt, aki azonnal megértette, hogy mit akarunk csinálni, adat data analysis-szal foglalkozik, és azt mondta, hogy ez adat szempontból nagyon érdekes, amit mi csinálunk, és hogy nagyon szívesen részt vesz benne. Úgyhogy kint a jogi dolgok egyébként azok nagyon ilyen, nagyon óvatosak jó viszonylatban, úgyhogy én mondtam, hogy nagyon boldog lennék, ha tanácsadónk lenne, mondta, hogy nagyon szívesen, amint van egy biztosításunk az ilyen jogi procedúrák ellen, mondta, hogy ha befektetés van, akkor ő tanácsadó, ha nincs befektetés,
hanem előtte rálnak be minket valamiért, akkor ő csak egy ilyen távoli ember. Úgyhogy, de ma is tartja a kapcsolat, és tényleg tök jó, hogy ott van, nagyon sok segít. És nagyon jó mutat a neve a befektetők előtt. Úgyhogy néha a vakszerencsé is kell hozzá a dologhoz. De mondom, ne kövessétek el azt, hogy ez a legfontosabb tanulságot van a dolgnak, hogy nem kérdezitek meg, hogy szükség van arra, amit csináltok. Mert kint elégettünk ügyvédekkel, cégalapítással, nekünk van kint egy szabadalmunk is. Szabadalommal minden együtt gyakorlatilag elégettünk nagyjából 20 millió forintot. Most kisebb volt az esély arra, hogy ez valami jó, amit csinálunk. A nagyobb esély arra volt, hogy nem jó. Egyébként például Amerikában nagyon érdekes történet kijön, amikor kezdtünk rájönni, hogy azért validálni kéne ezt az ötletet, az egy nagy bukó volt. Eljutottunk oda, ki megszereztünk egy nagyon nagy, szóval itthoni szinten nagynak számító ügyfelet, aki hajlandó volt velünk kipróbálni az utca első ügyfélként. És elindultunk egy kampányt a Belukton, és totális csőd lett az egész. Tehát nulla ember jelentkezett, el sem tudtuk indítani. Tehát itt úgy megjelentett, hogy bizonyos számú embernek össze kell jönnie, nem jöttek össze. Pedig olyan díjakat ajánlott fel a cég, hogy így lazán bemondták, hogy jó, akkor az első 10 napnak a májfog. Vagy az első 5 napnak. Tehát, hogy komoly díjak voltak, magyar szinten, hogy komoly díjak, senki. És akkor például rájöttünk arra, hogy a landing page-ünk rossz. És ott kezdtük el alkalmazni ezt a lean metodológiát. Nagyon nem volt időnk, tehát nagyon szorított az idő, csinálni kellett a dolgokat. És akkor azt mondjuk, hogy jó, a landing page az újra tervezés. Újra terveztük Magyarországon a landing page-et, és én fogtam, és kimentem a marketing sarkára, kint baromi drága a cigit, rettentéből a cigit, mindenki lányom, mindenki. Kijelte az utcát, kezdve ma az iPad-del. Egy perc nem telt be, odajött egy ember, cigit kérhet, mondd, persze, figyelj, iPad kihajt landing page-be. Két kérdésem van, megmondod, kapsz cigit. Először is, mit csinál ez a cucc? Második kérdés, hova kattintanál? Megmondta, kaptam két cigit, hogy értem a választ. Kb. 40 perc alatt, két a szigjárából, volt visszajelzésünk. És akkor tudtuk, hogy jó, ez már egy jó landing page, ezzel működött. És érdekes módon ezzel működött is. Tehát, hogy kreatívnak kell lenni abban, hogy az ember hogyan szerez visszajelzéseket. És egy kicsit pofátlannak kell lenni. Szóval kint ezt szeretik, az egészséges pofátlanságot. Hogyan működik az itthoni szabadalmakra, a külföldi szabadalmak? Tehát, hogyha valamit bejegyzel esetleg itthon, akkor ez mennyire érvényes kint, illetve hogy hogyan lehet? Nem vagyok szabadalmi jogász, mert pontosan nem tudom. A kintivel még jobban képbe vagyok, mint az itthonival. Az itthonival annyit tudok, hogy van valami, mert végig Lisszabon, nem tudom, valami városok környéke, szerződés, ami azt jelenti, hogy az Európai Unióban beegyeztetett, hogy ki lehet terjeszteni több országra pénzért. De erre nem én vagyok a jó ember. Ezt olyan kell megkérdezni, aki ebben csak így. A kinti szabadalmak azok máshogy működnek, ott nagyjából 12-14 ezer dollárjával bejegyeztetni a szabadalmat, de nem biztos, hogy érdemes. Amiatt, amit az előbb elmondtam. Hogyha nem tudod a szabadalmadat pénzzel, tehát ha nincs egy pénzed ahhoz, hogy a jogi költségeket állt, hogyha megsértik a szabadalmadat, semmit nem tudsz csinálni. És ez sok pénz. Tehát nem, kint tényleg az, hogy nem engedheted meg magadnak, hogy terve kerül. Nem az van, mint itt van, hogy 5000 font illeték, aztán értelem valakát is. Mindez más, mint itt. Annyit tennék hozzá, hogy most volt egy konferencián 2 hónapja, ott az NFT-ből valaki így nyilatkozott, és például azt elmondta, hogy Magyarországon, illetve az EU nagy részében nem lehet például szoftvernek a működését, megoldásait szabadalmaztatni. A dizájnját, a layoutot, ami ugye a márkához köthető, azt igen, viszont Amerikával szemben nem. És Amerikában ezt le lehet védeni, és elvileg valahogy ki lehet terjeszteni a világra, most olyan 100 000 dollárokról beszélünk nagyjából, amíg így mindenen végigmész, úgyhogy ne tudjanak betámadni, de Magyarországon például a mi szoftverünket nem lehetne levédetni, hogyha valami nagyon-nagyon extrát és egyedi tudna. Ott ugye az Apple az nemrég bejegyeztetett szabadalmat a lekerekített sarkú négyszögre. Tehát, hogy bármire. Kint bármire. És meg annyira segít, nem tudom, hogy mennyi is ezeket, hanem a nyilván tartásbavétel nevű jogi kategória, ami egy ilyen helyi dolog, viszont 5000 forint és 1 óra. És az ad egyfajta védelmi szintet, tehát szerintem ez. Erről kapcsolatban, hogy ki nincs ilyen, tehát ott ezt kemény tizet, sok ezer dollár. Igen? Non-profit startup, mondani, hogy non-profit startup.
Ez egy tök jó kérdés. A non-profit az ugye jelentheti azt, tehát ha abban az értelemben non-profit, hogy egyáltalán nincs bevétele, és nem is lesz, akkor azért nagyon jó kérdés. Szerintem Magyarországon kérdéssel vannak. Tehát, viszont bármilyen viszi az elmisztudék fogja mondani, hogy hajrá, üdletlenek van. Kint vannak olyan célok, hogy ezt finanszírozzák. És egyébként egy picit más a fókusz is. Tehát, hogy ha úgy non-profit, hogy mondjuk segítsük a hajléktalanokat, és senki nem érdekel. De ha olyan non-profit dolgot találsz ki, ami még nem látszik, hogy mi lesz belőle, de van nagyon-nagyon világ megváltó dolog, arra borzasztóan belőle egyébként kinti alapot. Még ez egy közösségi elmondásról. Amerikában az ilyen civil szervezés díj az nagyon megy, nagyon támogatják a civil szervezeteket, ez nem a venture capital kategória. Tehát ezzel, hogyha például a Silicon Valley Bankhoz elmész, hogy te kint valamilyen charity-t csinálsz, akkor bont nélkül adnak pénzt. Tehát ennek olyan óriási kultúrája van, hogy nagyon könnyű pénzt szeretni a valódi charity-re, aki ezzel foglalkozik. De ez Magyarországon nem lett, még messze nem tartott. És nem is érdemes részéhez menni. Ha azt mondta, hogy hát pont profitom, csak oda akarom adni. Uh-huh. Jó ötlet. Tehát ők nem ebből élnek. Igen? Bocsánat, hogy azt lenne, mert egy összes állapot vagy, hogy van profit, abból ad a befektetőnek, és akkor a saját nyelv vagy oda, vagy valamilyen köztes. A befektetőt igazából nem a profit érdekli. Magyarországon egyébként ez se így van, tehát hogy az nagyon sok magyar befektetőt fog találkozni, aki már most vannak olyan befektetések, ami tipikus, ugye úgy hívják, a nem startup, az a lifestyle business. Ami organikusan növekszik, nem feltétlenül egy ilyen innovációra épül. Most a magyar részik azok fektetnek lifestyle businessbe. Amit ha emlékeztek, hogy azt igazából a private equity szokta azt is később, amikor már itt nagyobb látszik, hogy mi van a cégben. De a magyar viszik azok tesznek ilyen belégezt. Nem tudom, hogy hogy állnak a kérdéshez, szerintem ezt meg kell kérdezni. Tehát, ha van profit belőle, akkor legfőbb azt mondja, hogy figyelj, ne adná oda a profitot, tehát hogy zsegy azt, hogy akkor még lehet jövök tenni, de... Az eddig csatotásra már előzik, hogy érdemes csinálni a profit kártya, az egy szövetkezett felett egy olyan normál kártyát, amit leteszi a belakunk, és azok kezdődik. Érdekes elképzelés. Nem vagyok magyar VC, úgyhogy nem kezelek Jeremy alapot, úgyhogy nem tudom, hogy gondolkodnak. Szerintem érdemes megszondázni egy-kettőt, elmenni hozzájuk. És hogyha nagyon ezt az interesting fejet vágják, akkor tudok volt, hogy ez nem jó vonal. Ha viszont érdeklődnek, vagy van másik valami találkozó, akkor lehet felpróbálkozni. Igen? Ha van egy startup, most nem a miénk, csak kérdezem, hogy és szeretne, ugye ez eljutott arra a szint, hogy neki most befektetés kell. Mit javasolná neki, hogy hogyan menjen oda egy VC-hez, mit csináljon, hogy keresse meg? Mindenkel tudni kell azt, hogy most Magyarországon nagyon-nagyon sok a pénz. Beleöntötte a kormányzatokba, a Jeremybe a pénzt, és projekt meg egy szál sem. Úgyhogy először is a mindsetet oda kell beállítani, hogy mi válogatunk. Nem ők válogatnak, mi válogatunk. Érdemes körbe kérdezni a piacon, hogy kik azok, akikhez nem érdemes oda menni. Tehát én azt szoktam mondani, hogy egy nagyon fontos szabály van, befektetően sose borítunk rá asztalt, akkor se, hogyha megérdemlik. De csomóan megérdemlik. Tehát amikor előjön az, hogy ő is 70%-os ponttól, akkor tényleg föl kell állni, és azt mondani, hogy köszönjük szépen, átgondoljuk és jelentkezünk valamikor. Interesting. Igen. Tehát erre a startupnál mondja azt, hogy interesting. Nem is érdemes foglalkozni vele. Tehát aki annyira hülye a befektetők közül, hogy mert jött tényleg valami más iparágból, fogalma nincs a lényről, fogalma nincs a startupokról, fogalma nincs az egész venture capitalról, hogy hogyan kell csinálni, és annyira idióta, hogy nyomja ezt a... Tehát ő azt hiszi, hogy ez egy ilyen zero-sum game. Hogy ez egy ilyen nulla összegű játszás. És így el akarja venni a startupot. Mit? Mert hogy ez azért egy nagyon speciális deal a venture capital és a startupok között, ugye, mert oké, abban a pillanatban, amikor ülnek az asztal két oldalán, akkor ellenérdekeltek egy bizonyos dolgban, hogy mennyi pénzért, mennyi részesedés kapjon a VC. De onnantól, hogy megállapodtak és aláírtak a szerződést, cégtársak. Ugyanaz az érdekük. Tehát ezért felesleges megpróbálni kisemmizni a startupot, semmi értelme. Kinyomja a céget? Ezek a csávók, ezek ott ülnek nem tudom hány borban. Semmi idejük nincsen. Teljesen elképzelhetetlen, hogy lézer fókuszálnak napi 26 órában egy startupra. És mégis van ilyen, hogy 70% ponton.
úgy, hogy ez megakadályozza a következő körös finanszírozást egy kulturált országban, úgy, hogy fogalma nincs a dologról, tehát az a startup, aki két hétig olvasgatott, mondjuk a Netranszkölbe, többet tud náluk, és még mindig van olyan, hogy 70%-os. Meg vannak még ilyen horror sztori. A másik, amit javasolnék, hogy visszatérjük kérdésre, hogy tanuljátok meg azt, hogy mi a befektetésnek a logikája. Aki hustler pozícióban van, az mindenképpen a cégben. De a hackernek nem kell tudnia, de aki hustler, azt tudja. Legalább tudja, a többségnek hívják ugye azt a papírkát, ami szabályozza a kockázati tőkének meg a startupnak a kapcsolatát. A többségnek van 10 pontja. A blogomon föl van mind a 10 elemezve. Tehát legalább azt el kéne olvasni, hogy tudjátok, hogy mi van, hogyha ajánl mondjuk egy olyat, hogy most már nagyjából azt mondja a magyar startup közösség, hogy azt látogatják, hogy a középső nem van a vesting. mert hogy annyiszor mondom ezt, hogy vesting kell. Ki nem tudja, mi az a vesting? Oké. A vesting az egyik pontja a kockázati tőke startup megállapodásoknak, és ez egy teljesen normális dolog. A következő történik, amikor megállapodtok, akkor úgymond elveszted minden részvényedet a cégben, és ezt 4 évvel fokozatosan kapod vissza. Ez általában azért van így, mert hogyha van mondjuk 2 alapító, elindul a startup, befektet a kockázati tőkés, és az egyik alapító azt mondja, hogy ő most rendkívül buddhista lett, és ő inkább fél év után elmenne Tibetbe, akkor ugye kiesik mondjuk a hustler, aki eddig mindent csinált, vagy a hacker. És védi magát a befektető ez ellen, de védi a másik alapítót is. Tehát azt mondja, hogy jó, rendben buddhista lett, és semmi gond, akkor nincs részvényed, és azért a részvénycsomagért be tudunk hozni valakit, aki viszont nagyon szívesen csinálja a már fundolt startupban a dolgokat. A vesting egy normális dolog. Most magyar befektető szokott olyat csinálni, hogy legyen vesting, de ne időhöz kötve, hanem milestone-hoz. Hogy gondoljuk el? Hogy is van ez? Tehát, hogyha ő meghatároz bizonyos célokat, az még hagyján, hogyha olyan célok vannak, hogy kihozod a public beta. Már még azon is lehet tudatkozni, hogy ez nem public beta. Hát az van véve. Jó, de ez nem az. Mert nem tudja azt. Tehát jogilag bele lehet kötni egy csomó mindenbe a milestone-oknál, és ha nem érde a milestone, akkor viszi a cégedet. Tehát, hogy ez ilyen teljesen nem. Na, ez az asztalborogatós helyzet. Tehát, hogy ezt nem is érdemes végighallgatni. De mivel ők sem tudják, mert egyik mögött sincsen 100 lezárt deal, meg 5 exit, meg hasonló, hanem 2 éve kezdték, vagy 1,5 éve, ezért ők sem tudják ezt a dolgot. És akkor jönnek ilyen nagyon kreatív ötletekkel. Több olyan céget láttam, ahol például az a 70%-os kontroll ez ott volt a VC-nél. És bevallottan azt mondta, hogy igen, amikor elkezdtük, akkor mi úgy gondoltuk, hogy kihívjuk az alapítókat a cégből. Na most, aki ezen a szinten van, azzal nem érdemes. Ugye az, amikor azt mondom, hogy a kockázati tőkés meg a startup a befektetés után gyakorlatilag egy érdekrendszeren vannak, ez körülbelül úgy néz ki, azt képzeljétek el, hogy elmentek mondjuk az Opel kereskedésbe venni egy autót. És ott van a kereskedő, és így elmondja, hogy az új Astra, és hogy ez milyen, és az olyan, minden jót elmond róla. Most vajon mit mondana akkor, hogyha miután megvetted az autót, felváltak ilyen taxiznotok 7 évig bele. Akkor lehet, hogy már nem menne ez a marketing, és mondaná, hogy hát fiú, nem nézel át a Mazdához? Tehát, hogy, és ezt nem értik még. Amint ezt megértik, akkor elkezdenek, és talán már van egy pár, amelyik úgy néz ki, hogy kezdi érteni, meg kezd tanulni, de erre nagyon kell figyelni, hogy kihez mentek. A második volt ugye a tömsít, tudni kell a tömsítet, tudni kell, hogy mit hallottok, mi az ajánlat, amit hallottok. A harmadik, hogyha kockázati tőkéshez mentek, az pedig az, hogy vázoljátok fel a külföldi piacra lépésnek a lépéseit magatoknak is, meg neki is. Különben nagyon sok olyan paraméter van a szerződésekben, amit lehet tudod szúrni azt. Nem kapsz follow-on financinget kint Amerikában, vagy bárhol. Tehát, hogy itthon nincs. Tehát induljon ki abból, hogy itthon által a második kört nem nagyon lehet behúzni. Ha külföldön be akarod húzni, az be lehet, csak ahhoz viszont olyan szerződést kell kötni, hogy az jó legyen. Van egy csomó olyan pontja a szerződésnek, ami például Magyarországon nincsen. Ilyen például, ami teljesen elképzelhetetlen magyar befektetőnek, az a pay-to-play. Szintén a 10 pontból az egyik. Pay-to-play az a következőt jelenti. Amikor beszáll a magyar befektető a cégedbe, akkor úgynevezett preferred stockja lesz, ez magyarra lefordítva azt jelenti, hogy egy másik részvényosztály, amihez különböző jogok csatlakoznak, jogok tartoznak. Ezek a jogok, ezek általában vétójogok. Ugye teljesen elfogadható dolog a befektető részéről, betesz 200 millió forintot, nem örülne, hogyha rögtön vennél bele egy Lamborghinit,
mert hogy az céges kiadás, mert pedig ugye az alapítók rendelkeznek a pénz fölött a befektetés után. És akkor ilyen dolgokat így kiköt, hogy jó, a 10 millió forint fölötti költéseket egyeztetni kell, meg csak ilyen célokra, meg részt vesz a boardban, meg vannak bizonyos jogai, ezzel önmagában nincsen semmi probléma. De mi van, hogyha jön a második kör, második befektetési kör? Azt mondja a második körös befektető, hogy startup, befektettél, szuper, figyelj, bízol be? Két befektető beszélget. Bízol benne? Aha, jó, akkor tegyél be te is pénzt. Hát, mi magyarok vagyunk, nincs pénzünk. Nincs pénzetek, nagy rendszeret. Ezért egyetlen egy dolog van, az amerikai befektető azt fogja mondani, hogy jó, viszont akkor elvesznek az előjogai. Na most, ha nincs is a szerződésben ilyen pont, hogy neki elveszhetnek az előjogai, akkor nem lesz másik körös befektetés. Ez ennyire egyszerű. Mert az amerikai azt mondja, hogy ugyanazt, mint ugye 70%-os kontrollál, hogy azt értem, hogy te kijöttek ide, nem tudom, Los Angelesbe, és itt fogjátok tolni a business két évig. Itt vagyok körülöttem, bízom bennetek, csináljátok, adok pénzt, adok kontaktot, mindent. Na de az, hogy valami magyar arc, aki kontrollfreak, totál kontrollfreak, mert Magyarországról nekünk megmondja, hogy itt fogunk csinálni itt Amerikában, közben neki benne van 200 ezer dollár, mert benne van 2 millió, nektek meg a fél életetek. Tehát, hogy nem. És ilyen apróságokon el lehet jutni a dolgokat. Tehát a hasznának a törzsitek ismernie kell, pontosan, és tudnak elni halarokatokatokat. Nagyjából azt hiszem ennyi. És ezek így érintetted, hogy vannak akiket el kell kerülni, vannak akiket érdemes elmenni. Pár nevet tudnál mondani? Nem. Megjöttem azt a lehátorot, hogy nem vesztem össze senkivel. Eléggé utálnak már egy páran azért is, mert nektek én ezt itt elmondom. Szerintem jobban nem kell, hogy utáljanak. Tehát, hogy ennél utáljanak jobban titeket, amikor az aztán borítjátok. Tehát, hogy az információ ott van fel a blogon, meg én ezt elmondom, neveket nem. Nézzétek meg, ha okosak vagytok, tudni fogjátok, hogy melyik befektetői reális. Nem rapid science az egész. Ez csak gondolom. Igen? Nagyon kicsi ez a magyar startup közösség, ha elmentek két rendezvényre, akkor nagyjából a résztvevők az 50% az azonos lesz. Lehet tudni, hogy kikkel beszélgetnek a cégek. Majdnem minden ismert startupot megkeresnek. Akivel már van egy cikk, azt már megkeresik. Annyira nincsen projekt. Annyira sok a pénz. Úgyhogy azt lehet, és velük lehet beszélgetni. És ők elmondják egyébként a startupnál, amikor nincs megállapodás, aki felkészültek, az nekem is megszokta írni, vagy átküldi akár, hogy őzik ezt a többséget kaptam szerinted, és akkor visszaír, hogy azért szóval fejtől gödörögöd alján, és megbeszéljük a dolgot. A befektetőt azért úgy lehet elmenni szerintem legjobban, hogyha személyesen ismeri őket az ember. Ez annyi kell, hogy vagy bejelentkezik a projektjével, ami a olykor jelenlő dolog, még ez is működik, vagy ezek az emberek is ott vannak minden ilyen nagyobb startup rendezvényen. Simán oda lehet hozzájuk menni. Megint az, hogy a pitch jó legyen. Tehát azért a magyar befektetők is rengeteg ötletet hallanak. És hiába mi válogatunk, azért ők is tudják azt, hogy mi az, amiben érdemes befektetni, és mi az, ami totál idiótaság. Én ugye hallottam olyan ötletet, azt hiszem az volt a legalja, amikor elmagyarázta nekem egy ifjú vállalkozó, hogy ő arra készül, hogy 2-3 év múlva a hibernálás az már egy ilyen elfogadott és széles körben alkalmazott dolog lesz, és hogy ő arra készül, hogy a hibernált embereknek a dolgait már hogyan lehet intézgetni. Mondtam neki, hogy good luck and have fun, elmondom is 30 percemre. Tehát, hogy azért egy jó pitch-el kell készülni. Az a érdemes. De oda lehet hozzájuk menni. Amerikában ezek az emberek, ezek rockstárok. Tehát, hogy komolyan mondom, Bon Jovi-tól könnyebb kérni 5 percet, mint a Brad Feltől vagy a Mark Susser-től. Tehát, hogy 1 millió ember követi a Twitter-et, meg ilyenek vannak. Teljesen elérhetetlen. Nekem a Dave McClure-rel volt lehetőségem 2 percet beszélni, de a szemébe láttam azt, hogy egész egyszerűen ez egy kis konferencia volt, és 20-an oda mentek utána hozzá. Most semmi nem emlékszik körbe ahhoz volt. Szóval nagyon-nagyon-nagyon ki kell tűnni a tömegből ahhoz, hogy egy befektető észre, hogy az ember kint itthon, elég egy jó startup.
Vagy egy rendezvény, igen. Simán. Simán oda. De egyébként be lehet tenni a cégekhez is. Az meg ki fog derülni az első beszélgetésből, hogy ki az, aki jobb, meg ki az, aki rosszabb. Van egyébként egy olyan teszt, lehet kérni egy sample többséget, tehát egy ilyen többség mintát. Amelyik gond nélkül odaadja, az tud dönni, miről beszél. Tehát az oda meri adni. Aki attól teszi függővé a befektetést, hogy éppen mennyire felkészült és felkészületlen startup-el tárgyal, az már nekem gyanús. Tehát ha nincs egy sample többsége, akkor mit van? Akkor nincs semmi. Igen? Kicsit visszabérsznék, és csak a projekt, van egy ötlet, és ebből akarok is egy projektet. Mi a véleményed, hogy mikor, hogy van erre valami kis új szabály, tudom észrevétel, hogy mikor forduljon az ember mentorhoz, és hogy mentor ezért mit kérne? Advisor-nak szokták hívni a startupban, lényegében ugyanaz, csak ez a termés technikus rá. Gyakorlatilag minél előbb, akkor, amikor van egy jó pitched, és ezt validáltatok, azzal nem érdemes választani az advisor-öket, hogy olyan dolgokban mész oda, amiről nem tudod, hogy jó-e. De mondjuk ez, amit elmondok, ez 3 nap. Az ötlet, a célcsoport és a megoldás validációjához 3 nap alatt lehet eljutni. Ezt most megcsináltuk ugye az említett résztartmasira. Utána el lehet menni rögtön mentorhoz vagy advisor-hoz, és szinte érdemes is. És szinte mindig, aki gyakorlott valami ilyen startupokban, akár magyar, akár külföldi, nagyjából ugyanazt fogja mondani, hogy egy bizonyos százalékot kér. Nagyon fontos, hogy mindig lesz tartozik ő is, hogy ugye ne kerülj abban a helyzetben, hogy megkérhet, hogy legyen már mentorom, aztán kiderül egy fél év múlva, hogy ő ennyi nem veszik a telefon. Tehát ugyanúgy kell megállapodni, hogy az interneten millió ilyen szerződés van, vagy sample advisory contract, rá lehet keresni, azt ki kell tölteni, semmi, nem, szintén nem rapid science, és be kell írni a százalékot. A százalék, ami reális egy advisornek, az nagyjából ilyen 0,3 és 3 között van egy projektből, fázistól függően. Aki ennél többet kér, az már egy super advisor. Tehát, hogyha véletlenül, nem tudom, 2 hónapot eltöltesz vele, és írsz egy olyan e-mailt, amit a Brad Feld visszaír, akkor ha ő 10%-ot kér, akkor is nyugodtan. Tehát, hogy vissza ne írnek, hogy interesting, hanem oké, Brad, rendben van, gyere. 10% is gyere. De maradjunk egy magyarnál mondjuk, és ő azt mondja, hogy már pedig ő 10%-ot kér, akkor azt mondjam rá, hogy dolga. Nem. Én vezettem be ezt a stúztat nyugodtan. Attól függ, hogy mit tud neked adni. Szerintem korai fázisban sem reális 10%, ha csak nem olyan iparági szereplőről van szó, aki gyakorlatilag azt mondja, hogy figyelj, 3 telefonommal megoldom neked az első 2 évedet. Amit nagyon sokan szoktak Magyarországon csinálni, hogy elmondják, hogy hozok befektetőt. És hogy ez a hozzáadott érték, hogy én hozok befektetőt. Na most ugye elmondtam, hogy több a befektető pénz, mint a projekt. Tehát magyarul, hogyha te odaadsz még 5%-ot azért, mert ő majd hoz befektetőt, az nagyjából, és mondjuk lesz egy primary valuation, tehát egy cégértékelésen mondjuk nem tudom, 100 millió forintra, abban 5% az 5 millió forint, az életed legdrágább telefonja volt, mert hogy minden befektetési alapnak fönn van a telefonszáma az interneten, vagy az alapjuk, és föl lehet őket hívni. Tehát a hozok befektetőt, az kicsit ebből a magyar ilyen provinciás rendszerből fakad, hogy próbálják ezek az emberek azt láttatni, hogy én mondom, hogy ebbe be kéne fektetni. Gyerekek, ezek is üzleti szervezetek. Ha bízik benne, amúgy is befektet, nem? Ha nem bízik benne, akkor nem fektet be. Azt jó nem. Amelyik meg azért fektet be, mert nem tudom, Kovács Jani mondta, az meg úgyis szak. Attól úgyis olyan törzsre fogok kapni, amit meg nem írtok alá. Úgyhogy a hozó befektető dolog, az nem számít. Ha azt mondja, hogy segítek neked az első időszakban, validáljuk a projektet, az egész projektet együtt, megnézzük egy nagyobb piacon, hozunk egy pár test customer, hozok neked egy amerikai tanácsadót, vagy 2, megnézzük kinti piacon, kicsit mozgunk itt, ha megnézzük, hogy mi az, amit tudok segíteni, és meg milyen más startupokkal tudsz együtt dolgozni, milyen iparági szereplők kellene neked. Ez oké. Okay. És akkor amúgy, ha van benne, nem tudom, 3%-a, neki is érdekel, hogy legyen befektetés. Tehát a hozó befektető emberek, ezek a LinkedIn szörfösöknek szoktam nevezni, ezeket nem. Ezeket felejtsétek el. Interesting, 180 fordulat, és lehet folytatni a dolgot.
Minden napról vagy egy tanácsadó. Tehát van egy tanácsadó funkciókör, ami elárakul, és van az, hogy a kézen túl, és már a munkát is tenne bele, és hol van a kettő között a határ. Ezen nem azt mondom, hogy a tanácsadóság nem munka, de hogy vannak hol a határ. Nagyjából én az amerikai modell is nekem, hogy magyar tanácsadó nincsen. Ott nagyjából azt adják, hogy van egy ilyen, mondjuk egy ilyen fél óra, 40 perces, esetleg egy órás beszélgetések héten, hogy hol állunk, mit tudnak segíteni, és még egy röviden, vagy egy-két összekötés. Tanácsadóban nem az a lényeg, hogy elvégezze a munkát. Az a lényeg, az a legfontosabb hozzáadott érték a tanácsadóban, hogy ne menjél bele zsák utcánkba, és amikor meg jó irányba vagy, akkor meg tudjál haladni gyorsan. Úgyhogy minimálisan foglalkozunk a céggel, inkább összekötögetik emberekkel, és segítenek megmutatni olyan problémákat, amikor azt gondolom, hogy ha van egy jó háztag a cégben, akkor hetente egy nem lehet több. Tehát, hogy olyan nagyon komoly probléma, hogy mit tudom én, a vezető fejlesztő összeveszette a vezető dizájnerrel, most mit csinálja. És egy jó tanácsadó az egy ilyenben segíteni tud, hogy figyelj, ezt csinálj, ha ez van, akkor ez dönts, akkor az dönts, melyik a fontosabb. Tehát ebben tudunk nagyon sokat segíteni, és többet nem érdemes tőlük várni, de ez óriási segítség. És hogyha külföldi piacra akar valaki menni, akkor a mentor az külföldi legyen, vagy ez teljesen mindegy? Hogy ez attól függ, hogy melyik segít. Általában a jobban beágyazott magyar iparági szereplők is vannak külföldi kapcsolatai. Nem sok, de valami van. De pont az említett BMS példa mutatja azt, hogy nagyon egyszerűen lehet külföldi mentorokat szerezni. Nagyon-nagyon egyszerűen. Egyébként az angel.com-ra érdemes fölmenni, ott ezeket az erre való. Fölteszed azt a alkatodat, még ötletfázisban is föl lehet tenni. És ott ki lehet írni, hogy mentor keresek. És fognak jelentkezni olyan emberek, akik ezt szívesen csinálják. Sokan vannak viszonylag egyébként, akik megcsináltak egy-két startupot, eladták, esetleg VC-ként dolgoznak, vagy angel investorként, vagy már úgyse, viszont így kicsit benne akarnak maradni az iparágba is. Foglalkoznak, abszolút szimpátia alapon megy a dolog egyébként. Neki a hosszú távú érdekeltség a lényeg, százalékokért, ja, pénz soha. Tehát tanácsadó, különösen korai fázisú startupok pénzt soha nem kér, mert úgy sincs. Tehát, hogy minek. Meg normális esetben ezek tényleg úgy hívják ezt, hogy high net worth individuals. Tehát, hogy olyan kvázi magas értékű emberek, vagy olyan értékes emberek, akik kurvára mindegy, hogy most kifizetsz neki $200 vagy nem. Úgyhogy angel.co, LinkedIn és külföldi. Ha külföldi piacra mész, csak akkor hiteles, ha valamit csináltál külföldi piacon. Tehát ha egy nyomorult embert nem tudtál LinkedIn-t behúzni, arra, hogy legalább hallgassa meg a szarodat, és egy kicsit segítsen, akkor az egy annyi kicsit elgondolkodhatja a normális befektetőt is, hogy külföldi piac. Sok pitch szokott így kezdődni, és az amerikai piacról jövünk. Hát persze, barátom, már mindenki arra lő. Ezt le se kell írnod. Ezt mindenki tudja. Úgyhogy, ha van egy-két külföldi tanácsod, akkor már elhiszik. Ha már egyik beszélünk Amerikáról, a nehézségre fölgetni. Igen. Mennyi az esélye arra, hogy az EU-n belül kialakul egy ilyen kultúrt, ahol ennek a kultúrában látszik, hogy kiépült is, ahol meg lehet fordulni, és így nyilván sokat kérdezik. Most azért gondolom, mert tulajdonképpen, mert ugye régión belül nagyon jó, hogy ez a integritás, a politikus, tehát egy logikus lesz, hogy átmenni a dolgán keresztül, és megnálni. Van két nagyon erős kezdeményezés a világon, ugye Amerikán kívül, ami szerintem egyre inkább terjedni fog. Mind az olaszoknál, mind Chile-ben van úgynevezett connectivity program. Nagyon egyszerűsítve azt jelenti, hogy ha megfelelsz az ötleteddel vagy startupoddal, akkor például Chile-ben annyit kérnek, hogy menj oda, és tölts el ott 3 hónapot. Ez ilyen akcelerátorként működik, de nem kérnek equity-t a cégből, nem kérnek részesedést a cégből. És annak azt hiszem, hogy kezdődött $15,000-ra kezdték, most már 30-40-nél tartanak. Igen, 40,000 dollár körül adnak oda. Csak azért, hogy ott vagy. De itt szállásra mindent azt intézik, de csak azért kapsz pénzt, hogy ott vagy. Ez ugye kormányzati kezdeményezés, és azért csinálják, mert a büdös életben előtt messzére egy startup elnökse Chilébe menni. Mi a szarnak? És igazából, ha oda mennek, akkor látják, kialakulnak kapcsolatai, látják, hogy ez egy jó ország, és Chile pont azért csinálja ezt, hogy rábökbentse a vállalkozókat, hogy van itt egy dél-amerikai piac is. Sokkal kisebb a verseny, tök jól le lehet adni, nagy országok vannak, de gyertek ide, és akkor nyomjátok ki. Valami okosan csinálják, de ez egy 10 éves rábökbentse program. Egyébként amelyikről dolgozták ki azt is. De már kívül. Ugyanezt csinálja Olaszország,
hihetetlen mennyiségű pénzt öntenek bele, ott azt hiszem 15 000 euróban, de ha elmentek Olaszországba, ebbe a mindig elfelejtem a nevét, bocsánat. TechFix. Köszönöm, TechFix. 25 ezer vannak? Oké, okay, TechFix. De ők kevesebben kezdték, azt hiszem. Mostanit. 25 ezer, és euró vagy dollár? Euró. 25 ezer euró? Na, 25 ezer euró, ha oda mész. És mennyit kell ott költeni? 6 hónap? 6 hónap. 6 hónap. Nem olyan rossz. Nem olyan rossz. Hát olyan 4 ezer dollár, vagy 4 ezer euró per hónap. És azért ne ott vagy. Ne adnak 500 eurót havonta a szálláson kaján kívül, így tehát a szállás kaja, iroda, adnak embert a csapatba, ugye egyénenként, és ezt lettel is lehet nevezni. De van egy kicsit, tehát nem kérnek semmit. Semmit nem kérnek, és még 25 ezer eurót adnak, és 250 ezer euróig lehet elmenni fundingba a végén az investor. Ennyi. Ezekben az országokban, ha ezt hosszú távon csinálják, ki fog alakulni egy startup kultúra? Tehát most őszintén, azért biztos, hogy egy pár napot végig gondolt azt, hogy azzal megyek megnézni ezt a csilei dolgot. Vagy az olasz. Ezek jó országok azért, tehát ott jó lenni, jó élni, ez nem csád. Mindkettőben vannak magyarok. Igen, és mindkettőben vannak magyarok, pontosan. Ugye a Brick Folking van most Csillében, ha jól tudom, van megtetik. Három mindkettőt kiadott. Igen. Olyan szervezetet hívjuk akcelátornak vagy inkubátornak, ahol majd a kormányzat mondja meg, hogy melyik projektet lehet fölvenni. A Max ZRT. Nagyon jó. Szerintem, ha azt mondod a Max ZRT-ből, hogy Lean, akkor bemutatkoznak, hogy Kovács. Tehát, hogy semmit nem tudnak róla. Ezeket így teljesen el kell felejteni. Ha csinálják, ha játszanak. Ugye a Jeremy alapokban pont az egyik legnagyobb probléma, hogy hoztak olyan balfaszalályokat, bocsánat, ami miatt egy borzasztó nehézségeik van a Jeremy alapoknak, hogy kiutassanak projekteket. Most már ők is tudják, hogy oké, hát az a lényeg. Rájöttek arra, hogy az nem működik, hogy beteszünk egy költ, és akkor ez profitábbé is lesz, és minden, de nem tudják kiutatni a projekteket. Olyan korlátok van, mint a Jeremy szerződésemben. És szerintem Európában így ilyen koncentrációban ez nem fog megvalósulni, már csak azért sem, mert aki megveszi a cégeket, az kín van Amerikában. Most ha nem veszi meg senki a cégeket, akkor bandolhatjuk ezt örökre, de nem jól lehet majd eladni. Ugye? Tudok olyan valaki Jeremy napot, amit gondolkodnom kettesen? Olyan, amit nem tudom, hogy tovább lépett. Az még tehát nagyon fiatal, igen, és még égetik ezt a pénzt. Hát, ugye az egyik projekt a Bodri, aki kapott pénzt. Bodre-e. Ez egy ilyen szekéti alkalmazás. Az egyik legjobb cég tett bele a kifejezni is hívják őket? Zsömbédelen tették a Big Georges. Most csak az új nevét keresni, az Accentures. A Levente egy nagyon, tehát őt például én nagyon tisztelem, mert na ő az a víz, aki Magyarországon elmondja, hogy gyerekek, nem értek hozzá, szívesen tanulok, üljünk le, és simán józan paraszt észre beszéljünk át dolgokat. Ő ilyen szempontból nagyon azon, hogy na ő jó lesz majd. Van a Centrálnak több cége van egy JSTEC nevű cégük, van egy Siemens nevű cégük, akik most dolgoznak ki Amerikában. Tehát vannak cégek. De általában akik beegyüttetettek, azok nagyon jók a szerződése. Engem többen keresnek meg azzal, hogy na ezt kell kivinni Amerikába. Utazd a törzsített, nem fog menni. Alkítsatok át. Tehát, hogy... És ez az reális, hogy azt mondjuk az alapú befektetőnek, hogy akkor most egyszer és azért el szeretném adni a cégemet, alakítsuk már át egy kicsit? Kell hozzá stíciség, de elvileg sikerült. Elvileg meg? Csak én nem érzem reális. Hát ugye, amikor választhat, ez mindig embertől függ. Ha én lennék a befektető, és azt mondanád, hogy figyelj, így kopogtat az ajtón egy amerikai befektető, de nem hajlandó aláírni, csak ha lemész 60%-ra. Amúgy a számlámon van 600 forint,
tehát vagy ez, vagy bedőlünk, akkor azt mondanám, hogy hát a valaminek a kisebb része az jobb, mint a semminek a nagyobb része. Tehát én aláírnám. Másképp is, hogy én nem kötnék olyan szerződést, ahol 70%-os kontrollom van. Nem. Tehát ha nem bízom benne, akkor nem megtudok a cégbe. Vagy befektetek kevesebbet, és azt mondom, hogy nézzük meg, hogy 100 000 dollárból hova jutsz, és ha eljutsz valahova, akkor befektetek még többet. Ugye ezt azért nem csinálják egyébként. Tudnám, hogy Jeremy kis pénzeket is be tudna fektetni. Én mindegyik alatt mondtam, hogy tényleg pici pénzeket, akkor kiadjál meg a kezetek, mindenkinek remek, csak hogy nektek egyrészt 8 000 dollár fölött remek, Amerikában 1,5 milliárd dollár fölött remek. És akkor értelemszerűen ezt így le lehet csökkenteni a pénzeket. Tegyetek be 100 000 dollár, és majd a céget megnézzük később. Azért nem csinálják, mert ugye a startupoknál az értékteremtés az mindig két befektetési kör között történik. Okisztik megint. A maga a befektetés az egy időkínű alap. Ott nincs értékteremtés. Ha elolvassátok a valuation-ről, a cégértékelésről szóló cikkeket, nem akarok belemenni, mert az ilyen csúnya matek és utánukok miatta. Ha elolvassátok ezeket a cikkeket, látni fogjátok, hogy a befektetésnél semmi nem változik. Két befektetés között változik a dolog. Most mi van, hogyha ő betesz 100 000 dollár, és utána visszamész 3 hónap múlva, mindjárt primary valuation magasabb. És azt úgy nem szeretik, mert akkor abból kisebb a rész. Inkább azt mondják, hogy remegyő kézzelre teszünk 300 000-et, 400 000-et, és akkor jönnek egy kreatív dolgok, hogy de csak milestone-hoz kötve utalunk. Jó, hát akkor, hogyha nincs meg a milestone, és kéne a pénz, hogy megcsináljuk, akkor ne is várj, akkor megint semmi van. Szóval, igen? Bocs, megint viszont egy kommentot kérdéshez. még ezért alapszint. Fiú, dobj egy e-mailt adok el. Jó? Nem ilyen szempontból, hanem mit, tehát én nem tudom elképzelni, mit történik, de nem csak a befektetés esetén is. Oké, a validáció nem ment át a cég. De megegyeztünk valamiben, akkor ő így kezet fogunk, és elbújtózunk, és csá, hello. Ne keresse előtt a mentort. Tehát, hogy a mentorhoz is úgy oda menni, hogy van egy ötletem, ez meg az. Jó. És akkor mit tud mondani? Amit már te is tudsz, hogy jó, akkor légy validált. Tehát, hogy menj ki azért képződő civil az utcára, és kérdezd meg az embereket. Vagy, tehát, hogy valami, valahova juss el. Ez 3 nap. Meg lehet csinálni 3 nap alatt. Előtte nem kell a mentor. Előtte olvastad a lépületet. Ha pedig ez megvan, akkor a mentorhoz oda mész, és azt mondod neki, hogy na most kéne segítség. Visszatérve meg gondolom, azt tudok kérdezni, mi van, ha nem nincs meg a kémia. Tehát nem tudtok egy időre, hogy nem segít. Arra való nem szín. Veszti nélkül ne írjál tanácsadóval. És akkor van még ranger. Igen? És van még egy ember, hogy te egy kódlevel és csináltad. De ez sose lesz egész. Tehát még kell. Akkor megyek is Angel-t. Az Angel Magyarországon is kint elég hívás. Megyek kint, mert most a tengerségben van. Tehát, hogy Amerikában Angel az. Hát ha valaki másnak nem ember. Magyarországon? Magyarországon? Van. Ember vannak, Magyarországon 2 ismeret, akik van. Igen, tehát, hogy Mondok neked egy 400 000 dollár tanácsot, és azért, mert tényleg annyira jó esetén kérdeztek, hogy ez Magyarországon nem így szokott lenni, és látom, hogy ez itt más. Amerikában egy mondás erre, hogy ha pénzt akarsz, de befektetőtől a tanácsot kér. Tehát, hogyha a tanácsot kérsz, pénzt kapsz, ha pénzt kérsz, tanácsot kapsz. A lehető legjobb úgy elmondani a projektre valakinek, hogy hello, fiú, te egy annyira jó iparági ember vagy, még befektettél egy csomó cégbe, nézd már egy ezt a projekt, és tök kíváncsi a véleményedre. Úgyhogy a befektetőket két dolog mozgatja, a kapcsiság és a félelem. Amerikában ezt úgy fogalmazzák meg, hogy a két dolog mozgatja, a fear és a fear. Tehát a félelem és a félelem. Félnek attól, hogy elvesztik a pénzüket, vagy az alappénzét, és félnek attól, hogy kimaradnak valamiből. A másodiktól félnek jobban. Tehát ha úgy mentek oda, hogy itt van valami, nagyon haladunk, 3 hét alatt ezt csináltuk, és a következő 3 hét, de ezt csináljuk, tessék, akkor így
tök jó a pitch, minden rendben van, tetszik neki, akkor legfeljebb azt mondja, hogy fiú, akkor ezt körülni az agya, oké, azt mondja, hogy nekem valami, nem kell kimaradni, segítek most nekik, és akkor látják, hogy én tudok, és utána három után felajánlom még a befektetést is. Azt mondja, hogy jó, figyelj, nagyon jó, nagyon tetszik, amit csinálsz, menjere ez ahhoz, amahoz. Ha ezt végigcsinálod, és látja, hogy tényleg tudsz haladni, te viszont látod, hogy neki vannak iparági kapcsolatai, akkor fel fogja ajánlani a befektetést. Kérni befektetést mindig rosszabb, mint csak úgy elmenni egy befektetőhöz, hogy hello, figyú, itt van a pitchünk, és akkor mi a véleményed volna? Én mentem egy magyar vízihez. Csak annyit kértem, hogy figyelj, most megyünk egy másik magyar céghez, egy magyarul még életemben nem mondtam ezt a pitchet, légy szíves, hallgass meg, 20 perc. És akkor a végén nyilván mondta, hogy akkor ők különjük a sütet. Az máskor is, hogy ezt nem írom el. De az jó érzés volt, hogy a technika működik. És nagyon működik. Ha tanácsot kérsz, pénzt kapsz, ha pénzt kérsz, tanácsot kapsz. Magyarországon is. Na? Mi kérdés? Segít elő? Nekem van. Igen? Csinálom ezt a dolgot, meg emellett járnak a tükröt, nem tudom, de hogy mi csinálsz még. Tehát, hogy most mennyire vagy benne ebben a cégben, amiről mire beszélsz, és mennyire vagy már több mint blogger, ez milyen arányban igaz? A bloggerség az teljesen szabad időben. Tehát, hogy a viszonylag kevésében megy el egyébként. És tényleg pusztán azért csinálom, én azért kezdtem ezt az egész dolgot, mert beszélgettem egy emberkével, a konkrétan a Westingbe egyébként, elmondtam és mondta, hogy ez nagyon jó. És akkor fölhívott valaki, hogy ő beszélt azzal az emberrel, akivel én beszéltem, és mondja meg neki a Westingbe. És én lelkesen elmondtam neki is. Utána fölhívott még egymást, mondtam, hogy lófaszt, nincs ennyi időm, leírom, jó? És föltettem a netre egy blog formájában. És akkor ez így jött, hogy jöttek a kérdések. Én nálomban nem gondoltam volna, hogy 3000-től teszünk a Facebookon. Én azt mondtam, hogy ezt tudtam, hogy 8 ember olvassa, mert annyian visszajelzés volt, és azt gondoltam, hogy 10-nél teljesen gondolt. De aztán nem így lett. Viszont igaz, tényleg nem megy el rá nagyon sok. Amit csinálok, az egy picit ez egy kreatívos projekt. Arra annyit elég tudni, hogy én nem nagyon szeretem ezt a most egy venture capital Magyarországon, és hiszek abban, hogy van néhány projekt, nem sok, de van néhány a régióból, nem csak az országban a régióból, ami igenis amerikai piacra élet. Azon dolgozunk, hogy ott mint legyen egy hídra, de a többi tudok. Ha? Ha? Minden tudok? Mi alapján a felületnek, hogy van egy szártában, hogy az értékésből megtettő, hol egy szártában? Az, hogy mi alapján, ugye, az összefüggés az, hogy free money és plusz befektetés egyenlő post money. A befektető része az mindig investment per post money, ami nálatok nálad az mindig free money per post money. Tudom, hogy ez most így gonosz volt, de hát csak megkérdezte, úgyhogy nem tehetek valami szervét a matekbe belemenni. Az, hogy mennyi a free money, az a kérdés, mennyire értékelik a cégeteket, az pedig igazság szerint, mivel nem tudják eldönteni korai fázisban, hogy mit ér, mert sokszor még cég sincs, csak egy halom kód, vagy egy weblap. Tehát tényleg nem tudják eldönteni. Normálisan cégértékelésre vannak olyan módszerek, amiket ugye a nagy cégek használnak, amikor megvesznek a kisebb céget, de ez így nem működik. Így leginkább fázisra szoktak értékelni. Azt mondja előbb, hogy körülbelül te a C-fázis közepén vagy, akkor valahol 1 millió és 1,5 millió dollár között értéket kell kapnod. Ez Amerika. Magyarországon ennél kevesebbet hoznak. A 20%-át sokszor. Én is kaptam 400 dolláros cégértékelést, amikor nem növételt csináltuk. Jó, mert rettem rajtam. De a majdnem minden befektetőjéig az kín is nőtt meg Amerikába, és azért értékeli így, mert általában a fázisoknak megfelelő az a pénz, amit a startupok kérnek. És majdnem minden befektető, aki okos, az 15-30% között akar bennelni egy startupban. Azért nem akar többet, mert akkor utána nem lesz egy motiváció a sokadik befektetési kör után, hogy nagyon kihívnak az alapítók. Tehát minden befektetési körrel veszítenek a részvényből, és a végén marad 5%-a, akkor neki nem éri meg dolgozni érte. Meg egyébként ezt ők se írják alá. Ha nagyon kicsit kap a cégből, akkor viszont neki nem jó biznisz. Tehát ezért van az, hogy viszonylag belülhető az a primári fázisra, amit kapni lehet. Mint a seedben, ahol a magyar befektetések történnek, ez 500 ezer és 3 millió dollár között van valahol. 3 milliós, akkor még nem láttam Magyarországon. Ilyen 1,5 milliós csak már ide. 1,5 milliós primári.
Az előadás során egyetlen, de most figyeltem már a vége felé, ami nem hangzott el, olyan, mint nem fordult elő, vagy másokból nem beszélsz, hogy van egy kockázati tőke befektető, befektet, és ebben nem az lesz az exit, hogy ő eladja, vagy ugye ebben van még egy befektetőt, hanem még a cég sikeres, és visszavásárolja így a befektetési, mondjuk a 4 év végén. Ha én befektető lennék, én sikeres cégben nem akarnék kiszállni. Oké. Tehát én biztos olyan szerződést írnék rá, hogy te ott szállok. Sikeres a cég. Ha nem is sikerült eladni, de olyan borzasztó profitot termel, akkor benne maradunk. De egyébként, ha borzasztó profitot termel, akkor viszont sokkal többért fogják megvenni. Ez már ilyen ilyen stratégiai kérdés, ugye a Groupon Story biztos ismeritek. 2010. december 8-a jól emlékszem. Google ajánlott ezt a Grouponra. Andrew Masonnél a cégünkkel talán a 60%-a, tehát 50%-a, tehát nagyon-nagyon nagy része a részvényeknek. Google ajánlott a 6 milliárd dollár. Azt hiszem, hogy a fele kész pénzben, vagy a kétharmada kész pénzben. Most csak hogy tudjátok. Tehát kb. A 2 milliárd dollár az az összeg, hogyha a legegyszerűbb bankbetétben benne van. Ugye most meg a legdrágább autó a világban Bugatti Veyron. 1,2 millió euró. Tehát ilyen, ennyi ez 400 millió forint. Na, a 2 milliárd dollár az annyi pénz, ha vesztek egy Veyront, és csütörtökön a haverokkal megtörítek a hídot, akkor hétfőn a pénz kamataiból, annélkül, hogy fideltek ötöntek a tőkéből, vettek a következőt. Tehát 4 naponta lehet belőle Veyront tenni, annyi pénz. Tehát azt nem elfogadni, ez baromság volt. Ugyanígy erre az a válaszom, hogyha van egy profitális biznisz, ami hoz, nem tudom, évi 100 millió forintot, ami soknak tűnik, de valaki azt mondja rá, hogy oké, akkor adok egy 150 millió dollár, akkor ügyesség azt mondja, hogy nem. Persze, vigyel. Tehát, hogy különösen a mai világban, amit el lehet adni, azt el kell. Azt mondja, hogy besét nem, de minden más tűnik. Igen? Ja, az előző projektet kapcsolatban a kérdés számítva, hogy hova helyezünk, hogy fókuszált el. Mondani. 100 millió dollár az az összeg, ami azt mondják Amerikában, hogy ha valaki értelmes és kultúrás, akkor nem csináljuk magánvidámpartot magának, ilyen baromságokat, akkor 100 millió dollár fölött nem lehet megmondani, hogy ki mennyire gazdag. Nem lehet megmondani, hogy 110 millió dollárja van, vagy 5 milliárd dollárja van. Nagyjából ugyanazokat a dolgokat tudja csinálni értelmesen. 100 millió dollárból is lehet szép nagy hajód, lehet magánrepülőgéped, lehet több házad, utazhatod körbe a világba, tök mindegy, hogy mennyi van. Na most egy ilyen ajánlatra lehet mondani, szerintem, én bevallom őszintén, én nem mondanék rá nemet. Tehát én egy 100 millió dollár fölötti exitre sosem mondanék nemet. Már csak azért se egyébként, mert ha a saját karriermodellet nézed, onnantól, hogy megcsináltál egy 100 millió dollár fölötti exitet, ami egyébként a B-érjában sincsen sok. Tehát például tavaly, ha jól emlékszem, akkor 100 alatti ilyen exit volt, és 60 ezer startup-val. Azt hiszem, hogy 67 darab ilyen deal volt, és 12 darab IPO. Tehát, hogy az összes exit, az összes nagy exit úgymond, az kevesebb volt, mint 100 darab. Ha egyszer megcsinálsz egy ilyet, akkor onnantól akár őbe kezdesz, onnantól téged hívnak tanácsadóra. Ha bárki meg akarja venni a cégemet 100 millió dollár fölött, küldje a papírt, ne gondolkozzon, én aláírom. A Groupontól kirúgták Andrew Mason, elkezdett neki rosszul menni. Akkor is lehetett, hogy a modell az hosszú távon fenntarthatatlan. Ők tipikusan ez a lufi cég volt, tehát nagyon gyorsan nyomták fel a szélzesek számát. A végén már közel 9000 ember dolgozott a Grouponnál, és Andrew Mason úgy döntött, hogy tőzsdére mennek. A tőzsdére menet az ugye, ha visszanézzük a Facebooknál, az időnél mindenhol egy olyan volt, hogy felértékelték a papírokat, és utána kinkeserve hozták vissza arra a szintre, amit valójában a kibocsátáskor kértek érte. A Google-nek ez sikerült, úgy néz ki most a Facebook-nak is sikerült, a Groupon-nak nem sikerült. Úgyhogy Andrew Mason-től most megvártak. Írt egy nagyon helyes levelet, nagyon becsülöm egyébként az ügyét érte. Úgy kezdődött a levele az alkalmazottaknak, hogy kedves kollégák, úgy döntöttem, hogy az életemből mostantól többet kell áldoznom a családomra és a hobbiaimra. Kontakt van. Ezt csak vicceltem, kirúgtak. ez jól mutat, és egyébként leírja a levélben, hogy ez volt az első vállalkozása, és leírja, hogy nagyon boldog attól, hogy az első vállalkozását egy, azt hiszem, hogy ilyen 50 milliárd dollár körüli piaci kapitalizáció van, Groupon-nál, vagy 30, szóval mindegy, sok 10 milliárd dolláros tőzsdei vállalattá tette,
és hogyha ő eddig volt jó ebben, akkor ő nem érzi magát szakmailag rossznak. Tehát akkor ő eddig jó, és ő erre büszke. Ez egy, azt gondolom, hogy ez egy igazi változó hozzáállás. Ez a kockáztatunk nem jön be. És akkor mondjuk 6 milliárd dollárra nem jön be az ilyen. Meg az érdekelne, hogy mennyire vagy magányos, és minden az, mind, amit csinálsz, az abban kikatásaid vannak-e? Vagy... Abszolút, nekem is kiváló csapatokat összeszedünk. Van egy co-founder, akivel 12 éve dolgozom együtt, és ő nem ő a hacker. Szerintem az egyik legjobb hacker Magyarországon, Varga Attilának hívják, és szenzációs arc minden szempontból. Főleg az a nagyon jó benne, hogy szét tudjuk rölni magunkat a legnagyobb nyomorban is. Van egy designerünk, az egyetlen magyar Penta Vordos, aki egy kicsit kilóva csapatból, mert egy 40 fölötti, de szintén annyira jó fej és egy zseni dizájnban. Van két kiváló fejlesztőnk. Tudom, a fejlesztők egy picit távolabb állnak, mert ez egy ilyen más világ, tehát ők ilyen egyenben nullákban gondolkodnak, de szakmailag zseniális, ők is nagyon iszonyú munkabírásuk van. Végtolták rám ezt a 3-6-os szakmai dolgot, úgyhogy ők se aludtak, és van ilyen kiváló tanácsadó, egy német és két amerikai. Úgyhogy szerintem ez a csapat ez így ahogy van nagyon jó. Nagyon várjuk azt, hogy az első pár pályalatunk meg legyen kint is, és utána remélem, hogy ezt csak bővíteni fogjuk ezt a csapatot, de azt is nagyon remélem, hogy már kint. És nem így van. Szengeljünk azért, mert nem. Igen, ők majdnem eladták. Ez tényleg. Majdnem eladták. Ugye a Google-t, de aztán végén jó kell dönteni. Jó kell dönteni. Ha nem vásárolnak föl, akkor előbb-utóbb tőzsdére kell menni. Ezért valahonnan, tehát akkor az IPO a vége a dolognak. Mert valahonnan tőke kell. Az a legritkább eset, amikor egy ilyen nagyon gyorsan növő startup így átmegy egy ilyen platófázisba, anélkül, hogy tőzsdére menne. Tudnék, előbb-utóbb az alapítót ki akarnak keselni. Most ezt csak úgy lehet megcsinálni, hogyha vagy tőzsdére viszi a céget, vagy eladja. Nagyon szép dolgok startupot vinni, mint az állat 6-7 évig, de azért el lehet ebben fáradni. Az általános exit időpont egyébként pont a 6,7. év. Tehát, hogy ez az, ami az átlag, és azért 6 évvel koromival lehet ebben fáradni. Különösen az amerikai piacon, ahol minden, tényleg egész egyszerűen sokkal gyorsabban megy minden. Már csak egy vezetőnek, egy CEO-nak is borzasztó nehéz, hogy döntéseket hozzon. Mert itthon mondjuk meg kell hozni egy nap 10 döntést, mivel meg kell hozni 77 döntést. És ebből azért 7 év után elég. Különösen ennyi pénzzel. Azzal, hogy kerestem a végszót, de én személy szerint nagyon szívesen hallgatnám én léttel tovább. De mindenképpen le kell zárni egy ponton. Úgyhogy köszönjük meg a sokkal érdekes tanácsot neki, hogy van egy kalap, akkor ezt többbe lehet adni. Én köszönöm szépen, hogy kérdésként neked. Tök jó volt. Köszönjük.